próbálok előre nézni, mert mindig, amikor elindítom élőbe, akkor pont lefele nézek. Ja, igen, hogyha jönnek kérdések, azt fogom nézni, úgyhogy ne haragudj, majd lenézek, nem arról van, hogy nem figyelek rá. Itt egy ilyen. Majd elkérhetem a felviteleket, hogy feltegyem a YouTube csatornámra. Na, ná, minden, hát küldök, Biztos, hogy imádni fogják. A reggel már úgy értettem, hogy jöttek ilyen kérdések. Hú, a live is vagyunk, dia. Sziasztok mindenki. Sziasztok de jó, hogy te látod már. Igen, én innen látom, nekem írta, hogy Meeting is Streaming Live on Facebook. Ja, Úgyhogy hát, hát, én vagyunk, sziasztok minden! Hát, nagyon vártam ezt, ánikim. Én is nagyon. És uh, köszi, hogy itt vagy meg mindenkinek köszi. Nekem nagyon nagy non plusz ultra vagy, én nagyon imádlak minden, is részt veszek, követlek, meg oh no. <laughs> lájkolom, próbálom megosztani minden. Mi azért is nagyon klasszít vagy, mert, mert, hogy nagyon építő jellegű szerintem, amit csinálsz, meg ahogy csinálod, és az tetszik benned a legeslegben, hogy annyira emberi vagy, de tényleg, hogy hogy nem az van, hogy így már nagyon elrugaszkodtál azoktól, akik még nem tartanak sehol, és nem tudnak azonosulni, a aha, kösz, hanem hogy, hanem hogy mindenkihez, hogy le tudsz jönni még mindig oda-vissza, hogy azok az emberek, akik, ja, úristen, te is érezted ezt, úristen, neked is elmaradt a problémát, úristen, tehát, hogy így annyira emberien megosztod azt, ahogy indultál, és amilyen amilyen ilyen vekengéseken átment el, hogy ezzel nagyon sokan tudnak azonosulni, és nem tudnak erőt venni abból, hogy ja, de jó, akkor nem én vagyok béna, hanem akkor, van hova, és hogy van remény, meg, cél, meg útmutatás, hogy ha én is el tudok jutni oda. Úgyhogy ezeket, ezek nagyon, én még nem találkoztam olyannal, aki ennyire nyitott, ennyire nem titkol semmit, bármit én is kérdezek tőled, vagy a Ritától, Rita, aki még nem ismer engem, vagy nem ismeri a a itt a, a Rita, akivel együtt dolgoznak, a munkatársa, főteremtőtárs. Társa, főteremtőtárs. És hogy, hogy tényleg bármit én is kérdezik, hogy ezt hogy kell beállítani, ezt mit kell csinálni, akkor nem az van, hogy találod ki, vagy azt érzem, hogy hogy titkoljátok az üzletet, hogy nehogy már én is úgyem hmm. vagy azt, hanem hogy mindent is és mm -hmm. ugye nagyon-nagyon példáért, és én nagyon, nagyon, nem is találkoztam még ilyennel, úgyhogy én nagyon szeretlek, tisztelek, becsüljek. Nagyon főszi. Először is sziasztok mindenki. És az a, az a helyzet, hogy... valahogy így kialakult bennem az, hogy, hogy én tényleg nagyon messziről indultam, meg nagyon, nagyon, nagyon mélyről, és tényleg, amikor megismerkedtem ezekkel az eszközökkel, amikről ma beszélgetni fogunk, akkor az hat évvel ezelőtt volt, és Nekem még három évvel ezelőtt is ilyen őrült traumadrámáim voltak, ugye, amikor elváltam, hogy, hogy azt hittem, hogy abba bele fogok halni. És akkor utána, ez már ugye volt egy motorbalesetem, amiből indult ez az egész lényegtelen. Csak az volt az indítópont, hogy fú, valami más kellene csinálnom, mert ez az élet, ez így, ez így nem stimmel nagyon, tehát hogyha elmondanám, hogy milyen voltam, szerintem azok, akik most ismernek, akik azt az énemet nem ismerték, azok el sem hinnék, de ez a nagyon ítélkező, irigy, mindenkivel foglalkoztam, csak magammal nem, nagyon negatív. Emlékszem, hogy mondták nekem a kollégáim annak idején, hogy rossz még csak a közelemben is lenni, hogy valami könyvet, menjek már el az édesvíz kiadóba, olvassak már valami spiri könyvet, hogy hát az segít rajtam, ami meg akkor is mindig ilyen voltam, és emlékszem azokra a napokra, meg éjszakákra, hogy hogyan teltek a napjaim, és hát ahhoz képest, ami most van, az, az ilyen fényévekkel, tehát ilyen kvantum, kvantum lépések kell, így megváltoztattam, de, de én emlékszem, hogy voltam, képzeld el, hogy egyszer jártam egy business coachhoz, és mondta nekem ott a business coach, hogy mit szólnék hozzá, hogyha így együtt megpróbálnánk kitalálni, hogy milyen az én avatár ügyfelem. És akkor az lett a konklúzió, hogy az én avatár ügyfelem az egy 30x és 55 közötti budai nő, aki üzletet vezet, és nem tudom, van pénze. És akkor ültem, olyan volt, mintha besétált volna négy darab rózsaszín elefánt a szobába, és rájött volna a fejemre, hogy ó, oh -oh, ez, ez nekem nem volt könnyű, hogy, hogy ez, ettől nem éreztem azt, hogy ú, oh, igen, yes, hell yes, hanem így azt éreztem, hogy oh, oh, ez így összehúz. És akkor így hazamentem, és mondtam, hogy na, én nekem azt hiszem, hogy ezt most így elengedem, és akkor föltettem ezt a kérdést, hogy ki az én ügyfelem, és rájöttem arra, hogy az én ügyfelem, az én saját magam vagyok. Két hete, fél éve, egy éve, öt éve, hat éve. És ez az, ez az egyetlen egy dolog segített engem így itt maradni például a mai napig, hogyha valaki eljön a bárztam folyamomra, ami valószínűleg azért történik, mert hogy ismer engem, de én, nem, én ezt nem feltételezem, hogy ismer engem. Ő csak eljött egy bárztam folyamra, ezért például most a legutóbbi tanfolyamon nagyon sokan voltunk, közel 65-en, és én mindenkihez egyesével oda mentem bemutatkozni. Én nem gondolom azt, hogy nekem mindenkinek ismernie kellene, vagy, vagy egyszerűen csak szerintem amúgy is nagyon kedves az, hogy az ember bemutatkozik. Megöleli a másikat, meg hálás azért, hogy eljött valaki a tanfolyamára. Mert pont mielőtt elindítottuk ezt az umot, ugye erről beszélgettünk, hogy nekem senki nem jött el a tanfolyamomra másfél évig. De én én mindig ezt a kérdést mondom, hogy ha senki nem fizetne azért, amit csinálsz, akkor is csinálnál, de hogy mi az, amit akkor is csinálnál, amit, hogyha senki sem fizetne érte? És én, és én akkor is ugyanezt csinálnám, mert hogyha nem is ez lenne a vételi forrásom, hanem valami totálisan más, én akkor is foglalkoznék ezzel a dologgal, amivel most foglalkozom minden áldott nap reggeltől estig, mert én imádom ezt a dolgot, Szóval, fú, ez egy érdekes kis dolog. És nekem nagyon fontos az, hogy én szerintem mindig így fogok maradni. Tehát, hogy nagyobb választásaim lesznek, tudom, hogy energetikailag változom, tudom, hogy most is más vagyok, már mint mondjuk egy éve vagy két éve, ugye van nekem ez a brilliáns tagságom ami egy ilyen membership, és ez most már két éves, ez a program. Ugye egyre többen vagyunk benne, most már több százal, most ebben a hónapban is átléptük a háromszázat, és azért az elején huszan voltunk, meg öten voltunk, meg tizen voltunk. Ah. És látom energetikailag azt, hogy más vagyok, tehát hogy nem hagyom, hogy cseszekedjenek velem, meg, meg van ez, hogy mennyire vagyok elérhető, és mennyire nem. Energetikailag mindig mindenkinek elérhető vagyok, mindig ott vagyok mindenkinek, minden hanganyagot így is készítek el de már nem megyek bele ilyen órákig tartó csetelésbe és facilitálásokba. Egyrészt értelmetlennek tartom, meg nem is kedves másokkal szerintem SMS-ben bárkit megfacilitálni. De ugye ez kellett idő, és biztosan ez fog változni, biztos, biztos hogy fog olyan szempontból változni, hogy valószínűleg valahol, hogy valamilyen formában még kevésbé leszek elérhető, mert hogy azt érzem én is, hogy az elmúlt három évet eléggé kimaxoltam napi, napi mondjuk 10x óra munkával, és, Heti hét nappal. Úgyhogy érzem azt, hogy ú, most, hogy megérkeztem egy pontra, ahol egy kicsit így, így meg kell húznom a határokat, hogy mit vállalok el, mit csinálok, mennyit azokból, de de mindig elérhető leszek mindenkinek, és ugyanez a kedvesség biztos, hogy mindig ott lesz, mert, mert azért csinálom, amit csinálok, hogy megmutassam mindenkinek, hogy bármit meg tudnak változtatni az életükben, és az eszközök igenis léteznek rendelkezésünkre, és hogyha most nincs pénze, nincs pasia, és a legrosszabb helyen van az életében, az, az, valójában nem jelent semmit. Mindent meg lehet változtatni, és könnyedén, ráadásul könnyedén. Nagyon jó, hogy ezeket mondod amúgy, mert hogy nekem is van egy ilyen tagságos programom, a PES, mm -hmm. az már annyira átalakult a két év alatt, ugye, hogy én is ahogy átalakultam, de hogy bennem nagyon sok ilyen rossz, ilyen impostor szindróm, meg ilyen ilyesmi áldozat, vagyok, ilyen dolgok működtettek, ezért folyamatosan ugye olyan emberek, tehát hogy valahogy úgy jött ki a lépés, hogy nem, hogy egyre többen vannak, hanem egyre kevesebben vannak, amivel én is ugye süllyedtem lefele. És nagyon érdekes, hogy így én is ugye használom az eszközöket, még elveszek azért bennük őszintén, hogy fölteszek mm. egy kérdést, meg 826 másik kérdést, de hogy, de hogy könnyebb, egyre könnyebb, mert valahogy most el tudom már fogadni, hogy változik, változik az, hogy kik akarnak hozzád kapcsolódni, hogy, és hogy, hogy hajlandó vagyunk-e elveszíteni ugye embereket, akik eddig mondjuk követtek, szerettek, vásároltak tőled, de már nem. És hogy ez uh -huh. is változik. És hogy neked vannak a ilyen napi rutinjaid, valami, amit úgy csinálsz, hogy az beindít téged, ami olyan X, vagy amilyen kis pont. Fú, ez egy nagyon érdekes dolog. Most próbálok bevezetni új szokásokat, mert azért azt kell rólam tudni, hogy én, én hajlamos vagyok, én nagyon ilyen buldózer vagyok. Én, én, engem nem kell senkinek inspirálnia, meg senk, Tehát, hogy én amúgy csak magamtól is csak megyek és csinálom, amit csinálok. Én, én ilyen vagyok. Tehát, hogy ez egy ilyen jó tulajdonságom, hogy nekem nem kell motiválni a senkinek, nincs szükségem rá, hogy valakinek így cheer you on, hogy hú, gyerünk, gyerünk is, csinált, hanem én felkelek reggel, és én csak, én ilyen, tehát, hogy én minden, és nagyon gyorsan megcsinálok dolgokat. Például ugye tegnap volt ez a 108 elengedés hívásunk, ahol ugye 108 darab szedon elengedést csináltunk hat különböző életterületünkre, és akkor így úgymond, hogy picit halogattam ezt a dolgot, hogy mikor fogom megírni, egy napot elterveztem, de akkor másként alakult, és akkor aznap este, amikor hazaértem, akkor leültem, és együltő helyembe megírtam 108 elengedést. De én addig nem megyek el aludni, én el vagyok ezt köteleződve nagyon mindenhez. Úgyhogy én azt vettem észre, hogy az elején, amikor nagyon belekezdtem ebbe, akkor nem voltak úgymond eszközeim. Tehát, hogy én nem egy olyan családból jövök, ahol tehát, tehát nincsenek sikeres emberek, nincsenek, nincsenek olyan emberek, akiknek saját üzlete lenne. Szóval én, én és aztán ahogy így visszanézek, így nem is voltak ilyen emberek a környezetemben, talán néhány párom, de de nem, nincsenek ilyen, nem voltak eszközök a kezemben, hogy hogyan tudnám ezt csinálni, és akkor emiatt ugye belekezdtem a magam módján, ami, ami, nálam mindig ez a mindent vagy semmit alapon működik, és akkor tényleg az elmúlt három évben elég sok kapcsolatomat, meg elég sok időmet beáldoztam a sikerem oltárán, amit egyáltalán nem bánok, úgy érzem, hogy erre, ezekre a választásokra volt szükség ahhoz, hogy végre anyagi biztonságot teremtsek magamnak, meg tényleg munkahelyeket teremtsek, és hogy tényleg, tényleg úgy érzem, hogy ezekkel, amiket csinálunk, megváltoztatjuk a világot. Tényleg, akik benne vannak a programokban, szerintem ők ezt mindenki el tudja mondani, hogy ez így van. Kívülről lesz hangos, egy kicsit ilyen beképzeltnek, vagy, vagy ilyen, nem tudom, elszállósnak, de, de tényleg ezekkel az apró, tehát, hogy tényleg minden hanganyaggal úgy érzem, hogy megváltoztatjuk ennek az univerzumnak a szövetét, mert hogy sokan vagyunk, és tényleg az emberek tényleg hallgatják ezeket a hanganyagokat, számomra ez a legelképesztőbb. És így azt látom most, hogy most kezdek el inkább ilyen rutinokat bevezetni. Én ebben is ilyen mindent vagy semmit vagyok, és akkor most próbálom ezt így, most tanulgatom ezt, hogy, hogy mondjuk mi lenne, hogyha valami mozgás bevezetnék reggelente, amivel egy kicsit indítom a napomat. Most tanában csinálok nagyon sok légző gyakorlatot, ami, csak azért, hogy így, hogy így a testemmel jobban kapcsolódjak. Úgyhogy mostanában ezek a rutinjaim, hogy van ez a Breathwork nevű applikáció, iPhone-ra lehet tölteni, és most egyébként tök jó áron van, 15 ezer forintért egy teljes évre elő lehet fizetni az apra, és ebben nagyon jó légző gyakorlatok vannak, én, én fú, és nagyon egyszerű, tehát hangra lélegzel be, és ki, és különböző gyakorlatok vannak. Úgyhogy most ezeket csinálom reggel, amikor eszembe jutom, amikor kedvem van, illetve ami nagyon régóta van, és ezt mindig Eddig, eddig úgy mond csináltam, most meg már csak így úgy érzem, hogy eként e, e létezek, hogy én minden este, amikor elmegyek aludni, akkor elpusztítom és nem teremtetté teszem, aki voltam eddig. Azért, hogy másnap reggel, amikor felkelek, akkor tiszta lappal tudja indítani a napomat, és amikor felébredek reggel, akkor, akkor általában ezeket a kérdéseket szoktam feltenni. Tényleg úgy, hogy jelen vagyok, lengedem a falaimat, kiterjedek végtelenre, és akkor csak fölteszem ezeket a kérdéseket, hogy ma ki vagyok én. Ma, ma milyen nagyszerű kalandokba lehet részem, hogy ki kell lenne a nagyszerű együtt lenni, időt tölteni, ki kell a nagyszerű kapcsolódni, és milyen dolgokat hozhatok létre, amit eddig még soha, milyen ötleteim lehetnek, amik eddig még soha, és én tényleg nagyon kíváncsi vagyok, és ebben ez a lényeg, hogy nem a választ keressük ezekre a kérdésekre, hanem például fölteszem azt a kérdést, hogy miért lehetek ma hálás. Például nekem ez egy érdekes dolog, hogy Nekem a hála nagyon fontos, így az üzletépítésben. Nekem nagyon sokat teremt. Például, amikor tényleg ebből a háratteréből vagyok, amikor az emberek, amikor van mondjuk egy regisztrációs folyamat, a tanfolyamra még nem indult el. Azt vettem észre, hogy amikor, amikor tényleg igazán, nem csak mondom, hogy úgy vagyok, hogy valaki regisztrált, hanem tényleg, tényleg ott van bennem ez, hogy wow, de klassz, hogy ez az ember is regisztrált, hogy vajon ő mit fog majd megváltoztatni a program kapcsán, vajon neki majd milyen lesz így az élete, hogyha megismerkedik ezekkel az eszközökkel, ez én kíváncsi is vagyok. Amikor, amikor ezt a fajta hálát csináljuk, nem ezt a hálanaplózást, amikor össze kell írnod, hogy na miért lehetek hálás, és akkor ez annyira fucking bullshit nekem ez a miért miért, kell hálásnak lennem? Jaj, mert van fedél a fejem felett, meg, meg jaj, úristen, mert nem tudom, van mit ennem. Persze, az ember ezért is hálás, de amikor fölteszi a kérdés, hogy ma miért lehetek hálás, akkor akkor nincsen semmi, amiért kell hálásnak lenni, hanem, hanem ahogy telik a napod, azt veszed észre, hogy wow, milyen kedves, ha valaki meghívott egy kávéra, hálás vagy érte, valaki, nem tudom, csak mondott egy kedves szót, vagy megölelt, vagy valaki segített neked elintézni valamit, és akkor azt veszed észre, hogy amikor ebből a kíváncsiság teréből öm, telnek a napjaid, akkor, akkor azt teszed ész, hogy sokkal több dolog jelenik meg benne, amiért hálás lehet. Szóval észrevehet. Egyrészt jobban észreveszed, hogy miért lehet hálás. A másik meg, hogy több olyan dolog. Tehát azt mondja erre az univerzum, hogy na, ez az ember itt kíváncsi, akkor mutassunk neki valami varázslatosat. És akkor én, én ezt szoktam például, és nekem nagyon fontos így a, a bizniszépítésben, hogy én nem vagyok annyira ügyes ezekben a rendszerekben, bár tudom, hogy, hogy szükségem van rájuk, szóval ezeket is tanulom, meg az ilyen szabályrendszerekben sokkal inkább abban hiszek, hogy reggel fölkelek és fölteszem azt a kérdést, hogy mm, ma hova irányítsam a figyelmemet, ma mivel kellene foglalkoznom, és például most nagyon ott volt a világomon a könyvírás, hogy befejezzük végre a könyvemet, az első könyvemet, indítjuk az új akadémiánkat, az elengedés akadémiánkat, ami egy akreditált lesz, ahol lehet majd nálunk tanulni, facilitátornak, coachnak, meg mindenfélének. De jó. És igen, hogy annyi terv van, készül az, az új weboldalunk, hogy végre lehessen nálunk rendesen kártyával fizetni, mert ezzel is szenvedünk, mert ugye egy amerikai appot használunk ehhez, és aztán ez nem túl jó. Szóval így minden van, és például mostanában föltettem ezt a kérdést, hogy oké, okay, hova irányítsam a figyelmem, minek van szüksége, és abszolút például ez a könyvírás, ezek így egy ofra kerültek. Szóval ez egy annyira fontos dolog szerintem így az üzletteremtésben, hogy a tudatosságból csináljuk, hogy éberek legyünk arra, hogy mire van ajtó. Szóval, amikor kérdéseket teszünk fel, akkor mégis ajtókat nyitogatunk egy olyan falon, amin eddig nem lehetett átmenni. És kinyílnak ezek az ajtók, és akkor van ilyen átlépési pont. Biztos jártam már itt hogy így próbáltál valamit megcsinálni, rájönni mondjuk a weboldaladon, vagy bárhol, hogy hogyan kellene, ja. és ott ültél órák óta, és nem, nem. Nem, nem jön, nem jössz rá, minden vakat tintottál, mert mindent megprofilíptál, már mindenkit meggooglistad, minden csinálta semmi és akkor ott hagyod, mert mondod, hogy na jó, elég volt, nincs erre több időm, és ez csak visszaülsz egy teljesen random időpontban, amikor nem is jut ez a dolog, eszedbe leülsz, és ott van az orrod előtt a megoldás. És így ülsz, hogy wow. Na, amikor így teremted az életedet, hogy kérdéseket teszel föl, és reggel fölteszel azt a kérdést, hogy ma hova irányítsam a figyelmemet, ma mire van szükség, akkor ez soha nem lesz logikus, meg, meg nem lesz lineáris. Hanem az fog történni, hogy olyan dolgok fognak pingelni, amikre nem is gondoltál volna, nem tudom, hív fel a könyvelőt, áld a betűtípusokat, a nem tudom én hol, küldjél ki egy hírlevelet, bármi is pingálni fognak a dolgok, és én azt vettem észre, hogy most már nem nagyon csinálom ezt reggelent, egy picit most itt meg is vegzáltam magamat az elmúlt napokban, hogy már nem is teszek fel kérdéseket, biztos valami elromlott velem, és aztán rájöttem, hogy ja, már nem kell feltennem a kérdéseket, így létezem. Mert végülis ezeknek az eszközöknek az volna a célja hosszú távon, hogy te e, elkezdjél ekként létezni a világban. Nem tudok erre jobb szót mondani, ez most nagyon ilyen furán hangzott, de hogy, hogy addig gyakorolod az eszközöket, amíg már nem kell őket gyakorolni, hanem csak úgy csinálod az életedet, úgy éled az életedet. És így ezt vettem észre, hogy már annyi eszköz gyakoroltam, hogy, 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 már, hogy van egyfajta rutin, de közben nem a csinálásból van, hanem csak így tényleg ott van ez a kíváncsiság a világomban, hogy na, ma vajon fú, ma mivel foglalkozzak. És akkor ezek így pingelnek, így jeleznek, hogy velem, velem. És akkor megbízni ebben, hogy, mert ugye legtöbben úgy vagyunk, hogy benne vagyunk a fejünkben, a következtetésben, hogy mit kell megcsinálni, mi az, aminek meg kell lenni. Én azt vettem észre, hogy amikor így azt csinálom, ami jön, akkor, akkor minden az összes többi is megoldódik természetesen magától. Ez egy nagyon érdekes dolog. És például nekem a testem az egy ilyen nagyon nagy jelző. Szóval a legtöbb ember, akinek elég sok problémája van a testével, fájdalmak, furcsaságok, furatünetek, tudom, mindenféle, azoknak nem valami gond van a testükkel. Ezt, ezt, most kezdem így, ez most ezen a héten érkezett meg hozzám, hanem, hanem így azt vettem észre, hogy például az én testem nagyon gyorsan jelesz, ha neki valami nem. Tehát már annyira sokszor felülírtam egész életemben, hogy már így úgy van vele, hogy nem fog rám hallgatni, úgyhogy majd valamit bedobok. Például most volt, egy négy... <laughs> volt egy négy napos tanfolyamom, ami mm, nagyon szuper volt egy alapozó, nagyon szuper volt, nagyon jól éreztem, hogy csodás, csodások csodásak voltak a részők, de, de kellett volna utána egy két-három szabad nap. Persze, mert előtte öt napig volt el, a, 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 az én, mi ez a... Ja, azért, a másik tanfolyamot. <laughs> ezt pont úgy hallgattam, hogy kilenc nap egybe, úristen, vagy ennyi. Nagyon. <laughs> és, és ugye most a kezdődik holnap a globális alapozó tanfolyam, ami ugye nekem kötelező facilitátorként, és akkor azt vettem észre, hogy hétfő reggel lett volna egy fotózásom, mert hogy nincsenek új fotók a weboldalamra, és nagyon érdekes volt, hogy reggel felébredtem, és egy óriási herpes volt a számon. És már nem mentem bele abba, hogy mi a baj a testemmel, ó, de gáz, nem hiszem el, hanem így én magamért nem választottam volna azt, hogy lemondom a fotózást, mert, mert kellett volna a tér. Mert ugye azért egy ilyen tanfolyamon, te voltál nálam ilyen tanfolyamon, azért az elég durva, négy nap, Tett, és együtt vagyunk reggeltől estig. És este is azért nekem ugye, amikor annak vége, akkor neki kell állnom hanganyagokat készíteni, szóval fú, ez egy izgalmas ez egy izgalmas dolog, és akkor a testem így egy bőjelzett, és és most kivételesen így hallgattam, úgy voltam, hogy akkor ez az első jel, klassz, és akkor lemondtam minden mást is. És akkor az egész hetet, az egész most a mostani hétvégét is lemondtam. Mert mentem volna a kineziológia tanfolyamra, két napos, és közben ment volna az alapozó esténként, éjfélig, szóval 8-tól 6-ig ez a tanfolyam, 6-tól éjfélig a másik, és így mondtam, hogy a testem mondta, hogy no way. Biztos, hogy ez nem fog velünk megtörténni. És ez egy izgalmas dolog. Szóval, szóval együttműködni például azt szerintem egy fontos dolog, együttműködni a testeddel, a testedet is megkérdezni, hogy ő mikor szeretne tanfolyamot tartani, vagy ő mikor szeretne bármit csinálni. Ez egy, szerintem ez egy ilyen kruciális pont, hogy, hogy így, hogy, hogy így elfelejtjük, hogy van testünk. Mindig ilyen magabiztos és bátran választott, -e? mindig ilyen magabiztos voltál. Mert hogy mondtad, hogy az elején még az emberek nem, hogy azt mondták, hogy úristen, még a közeledben lenni is szörnyű, és hogy ugye neked nem tudom, hogy volt-e olyan ember, mint ugye most nekünk te, aki így úgymond így tényleg így mutatta az eszközöket, meg elmondta a saját kis gyengeségeit is, meg minden. Tehát, hogy, hogy hogyan változtattad meg azt, hogy oké, okay, megyek, csinálom. Ha nincs kedvem, akkor is csinálom, mert biztos beled is előfordul az, hogy nincs kedv, vagy fáradt, vagy és nincs kedved mondjuk hanganyagot csinálni, de el vagy köteleződve az emberek iránt, ott várják a hanganyagokat, és hogy akkor mégis ráveszed magad. Tehát mm -hmm. Ezeket a dolgot, amivel szerintem sok ember küzd, hogy nincs kedve, nem érti, miért nincs kedve, hogy még bátortalanul csinál akár üzletet, akár Ugye jönnek a kudarcok, jönnek a kritikák, jön az, hogy refikáz valaki, vagy beleszól, vagy nem tudom, és hogy ezeken így mégis tovább. Te biztos, hogy tovább mentél és csináltad, mert tudtad, hogy volt egy víziód, és valahogy volt benned egy olyan biztonság, vagy bizonyosság, hogy oda, akkor is eljutok, és valószínűleg ezek a választásaink fognak oda vezetni. Bocsi, hogy sok a teljesen, tudtam, teljesen tudtam követni, az én elmém is így működik, úgyhogy vagy meg. teljesen, teljesen megvoltam. Szóval az első kérdésedre a válasz, igen, a válaszom nem. Szóval nem tudtam, hogy hogyan válaszok. Kezdjük ott, hogy én annak idén meg hogy mit jelent az, hogy választani. Tehát, hogy így, valami átjött épp... belőle, de hogy, hogy most érzem igazán azt, hogy, Ugye pont tegnap beszéltem nektek erről a 108-szer engedésen, hogy, hogy volt ez a volt ez a mm, című könyv. Igen. Hogy tök jó dolgok vannak abban a könyvben. Most direkt megnéztem ezt a filmet, így utólag, hogy most mit ad nekem, vagy mit tudok belőle kivenni. Egyébként tök jó dolgokról beszélnek benne, csak két nagyon fontos dolgot elfelejtettek elmondani benne. Az egyik az, hogy engedd el, amit kérsz, a másik pedig az, hogy mennyire dolgozni, csináljad. És a legtöbb embernek ez hiányzik, hogy nem hajlandó akkor is menni, amikor senkit nem érdekel, amit csinál. Nem hajlandó akkor is csinálni, hogyha senki, hogyha senki nem tart vele. Nem hajlandó menni, hogyha megítélik ezért az emberek. Szóval nekem az első nagyon fontos lépés az volt, hogy felül kellett kerekednem azon, hogy tudtam, hogy az emberek, a környezetem, azok, akikkel addig barátkoztam. Azok, azoknak egy csomó ítélete lesz rólam, hogy én mivel foglalkozom, én biztos ilyen ezóspiris lány lettem, meg úgy furcsa lettem, megváltoztam, de én tényleg meghoztam ezt a választást, hogy ha kell, én egyedül is megyek, és ha senki nem marad, akkor is megyek. Ha a családom nem marad, akkor is megyek, ha barátaim sem maradnak. És ez bennem végig ott is volt, hogy például én nem voltam nagyon elérhető a barátaimnak sem az elmúlt három évben, mert én tényleg állandóan dolgoztam. Azt vettem észre, hogyha elmentünk meg inni egy kávét, akkor inkább azon gondolkodtam, hogy ha hazamegyek, akkor mit fogok csinálni. És az a klassz ebben, hogy látom most néhány barátaim, barátomon, hogy ők is megérkeztek erre a pontra, és nekem én most már egy másik ponton vagyok, szóval most már sokkal elérhetőbb vagyok, mint korábban, ugyanakkor nem vegzálom őket, mert látom, hogy ők most ebben a, ebben, a, ebben a, fázisban vannak, és ezen is át kell menni, szóval ez nem tart örökké és, és, egy fontos dolog, hogy amúgy ez nem igaz, ez csak az elképzelésünk arra, hogy az emberek lemaradnak, meg nem állnak velünk szóba. Én nekem a legcsodálatosabb élményeim azok, hogy hogy emberek, től a legtöbb ítélet jött vissza, akik mondjuk mondtak rólam dolgokat másoknak, hogy milyen furi lett -e, meg agyamra ment a vállás, meg kéne nekem egy jó pszichológus, bla, 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 bla. Meg emlékszem, hogy az a falu, ahol fölnőttem. Amikor eleinte csináltam ezeket a Facebook live-okat, akkor összejöttek, és akkor beültek egy lakásba, és kivetítőn nézték az élőimet. Így utólag elmeséltek mások, és ott röhögtek rajtam. És euh, igazándiból azt vettem észre, hogy ezek az emberek eljönnek most már a Bárstam folyamaimra, <laughs> vagy követnek itt-ott. Tehát, hogy látom, hogy benne vannak a csoportjaimban. És ugye ez egy nagyon klassz, nem visszaigazolásokkal, inkább az, hogy az én megengedésem, az én kedvességem, hogy sosem úgy fordultam hozzájuk, hogy figyú az, hogy az emberek ítélkeznek rajtam, az nem rólam szól. Tehát, hogy ha én ítélkezem rajtad, de akkor az rólam szól. Nem rólad. Nem személyes. Hanem az én világomban van egy ítélet. Vagy saját magamról, vagy van egy nézőpontom arról, hogy szerintem amit te csinálsz, az butaság vagy hülyeség. De a kulcs ahhoz, hogy az ember boldog legyen, meg sikeres, meg, meg nyugodt, ahhoz az elengedhetetlen, hogy. Ne legyen nézőpontja a másikról, hogy a másik mit csinál. És én ezt vettem észre, hogy ami nagyon pontos volt nekem, hogy én sosem nézem, hogy mások mit csinálnak, mert nincs rá időm. Mert nekem annyi ötletem van, én magammal foglalkozom. Nem, nem kifelé tekintek, hanem mindig azt nézem, hogy merre tudnék tovább menni. Úgyhogy mindenkit belefoglalok energetikailag. Szóval visszatérve, nekem Palacskó András volt az a valaki, igen, én, én ugye András, András nem nagyon szereti, hogy így beszélek róla, de én őt a mentoromnak tekintem de nem azért, mert bármi olyat mondott volna nekem, hanem, hanem az a tér, az a kíváncsiság, az, hogy, hogy én nagyon mérő jöttem. Nekem rengeteg ítéletem volt. Nekem az első alapozó tanfolyamom, amire eljutottam, azon a fő témám az volt, hogy miért vagyok ilyen rohadt szerencsétlen, hogy sosincs pénzem. Tehát nem maradt annyi pénzem az alapozó tanfolyamon, hogy már ebédelni tudjak a többieket. Tehát én bent maradtam a tanfolyam helyszínén, és akkor fölzabáltam az összes édességet, amit oda kitettek. Másik 330 ezer volt az alapozó? A 260. 76 van, ugye azóta emelkedett, meg az euró is változott sajnos most megint drágább lesz valószínűleg, hogy ilyen magas lett az euró, de um, ugye mindig az amerikai árhoz kalkulálnak. Uh, szóval um, szóval nekem András volt, aki sok sok kérdést tett föl nekem, um, sokszor nagyon genya szituk voltak, amikor úgy éreztem, hogy fú, ez most így, ez most így, ez most így, ú, de rossz rossz nekem, de közben meg. Mindig föltette a megfelelő kérdést a megfelelő pillanatban. És igen, András egyébként sok videója van neki is, hogy Youtube-on Andrásnak meg lehet őket nézni. Meg van Facebook csoportja, úgyhogy ja, én azokat a követtem. Tudatosság András. Tudatosság játszótere. Tudatosság játszótere. Játszó igen, tudatosság játszótere. És ott is szuperklassz dolgokat oszt meg András, és, én, és őszintén szerintem nekem az nagyon sokat segített, hogy én elköteleződtem magamhoz, és én nem... És én elmentem, és én befizettem a programjaira. Én azt vettem észre, hogy amikor fizettünk valamiért, tehát nagyon jók az ingyenes tartalmak, ugye én az ingyenes tartalmak koronázatlan királynője vagyok, tehát hogyha valaki szeretné az életét megváltoztatni, akkor fölmegy a YouTube csatornámra, hogy a Szent és több ezer órányi anyagot találott, de tovább megyek a Tudatosság Podcast, podcast csatornámon a DNS Majával, aki az András párja egyébként, Andráson keresztül ismerkedtünk meg Majával, hát száz tíz epizódnál tartunk. Tehát, hogyha valakit érdekel a tudatosság, akkor kezdj el az első résztől, és jó szórakozást hozzá ott. És, és a másik, amit nagyon köszönöm, hogy kiemeltél, hogy nekem itt nincsenek titkaim, és ez nagyon érdekes dolog, hogy én a kezdetektől fogva nagyon, hogy nagyon nyitott vagyok, és én elmesélem a saját buk, bukdácsolásomat. Szóval a mai napig a brilliáns hanganyagoknak a nagy része is abból születik, hogy történik velem valami, följönnek a falaim, elbukok valamiben, elrontok valamit, valamit történik, és akkor ezeket megosztom, hogy ezt hogyan változtattam meg, milyen eszközt használtam, hogyan csináltam, és azt vettem észre, Dia, hogy az embereknek nincs szüksége segítségre. Az embereknek arra van szüksége, hogy valaki az erejükbe emelje őket, rávilágítson, hogy nem egy elcseszett szerencsétlen hülye, és megmutassa neki, hogy figyelj, Értem én, hogy te ezt gondolod, értem én, hogy te ezt látod. Tehát a hajlandóságod arra, hogy mindig azt lásd, ami a mögött van, amit a másik mond, a valódi lényét. Az képzeld el azt, hogyha lenne mondjuk két ilyen ember az életedben, aki sose hinné el ezt a sok sületlenséget, amit összehordasz magadról, semmit, az összes búsított, hanem mindig azt látná a potenciált benned, a nagyszerűségedet, hogy hogyan tudnám neki megmutatni, hogy észrevegye, hogy nem is nem is olyan elcseszett, mint amilyen. Ha csak két ilyen ember lenne az életedben, aki mindig a nagyszerűségedet látná, hát megállíthatatlan lenne, csak két embertől. És én, nekem ez volt így a, a megkövetelése magamtól, hogy én ez az ember szeretnék lenni azoknak, akik a programra eljönnek, hogy nem hiszem el neki, amit mond, nem hiszem el, hogy ennyire elcseszett, nem hiszem el, hogy ennyire béna hanem mindig azt látom, aki ott mögötte van. És ez szerintem ez már önmagában sok mindent megváltoztat. A másik, hogy engem nem érdekel, ha az emberek nem változtatnak meg semmit. Tehát, hogy itt van rá lehetőség, ha választja, választja, ha nem, nem. De ez azért fontos, mert nincs bennem a kontroll, hogy fú, most diával domcsizom, mondjuk mesélsz nekem bármit, akkor én úgy próbálok téged terágetni, hogy te mindenképpen megváltoztasd ezt. Én úgy vagyok vele, hogy én megmutatom, hogy milyen lehetőségek vannak, aztán ha szeretnéd, majd megváltoztatod, ha nem, nekem az is jó. Azt sem szó, amit szeretnél. Te, ez a te választásod. És ez, is, ez is egy folyamat volt, amíg ez kialakult. És az, Múlt, múltkor voltam a facilitátor képzőn tavaly, és ott mondotta az, az Access Consciousness alapítója Geri lesz egy nagyon fontos mondatot, azt mondta, hogy ha szeretnél jó facilitátor lenni, akkor nem lehetnek titkaid. És ott ültem, és így, mert mindig gondolkodtam, mert majával szoktunk ezen nevetni, hogy náluk vannak ilyen összejövetelek a, az üvegmacskában, amit Andrással ketten vezetnek, ez egy ilyen kvantumtér, ahova mindenféle tanfolyamokra, meg klassz dolgokra lehet menni. És, és Maja mondta, hogy te figyelj, a brilliáns tagok, azok több mindent tudnak rólad, mint én, mert ugye a múltkor ott voltunk az üvegmacskában, beszélgettünk, és mondták, hogy tudtad, hogy a ez történt? Meg képzeld el, a ez van? És a Maja ott ült, és mondja, hogy nem, nem tudom, hogy vele mi van, mert hogy nem beszéltem, és így nevettünk Majával, hogy figyú az emberek több mindent tudnak rólad, mint én magam. És ezért mindig egy picit bántottam magamat, hogy miért kell ennyi elmondani, de rájöttem arra, hogy akkor leszel jó facilitátor, ha sebezhető vagy. Ha megmutatod a saját gyengeségeidet, ugye nem próbálod meg eltakarni azokat a részeidet, hanem, hanem megmutatod magadat úgy, ahogy vagy. Megmutatod az erősségeidet is, azokat sem titkolod, de nem, nem, nem vagy polaritásban, hogy csak ez, vagy csak az, hanem hajlandó vagy mindkettőt. És az embereket inspirálni kell arra, hogy, hogy nem, nem megmondani neki, hogy mit kéne csinálni, hanem inspirálni. De inspirálni csak úgy tudsz, hogyha te magad éled ezt. Igen, hát, ö, én, én úgy éltem ezt, hogy nem voltam ennek tudatában, csak egyszer csinált velem valaki egy ilyen interjút, egy ilyen írásosat, és akkor ott, ugye elmondtam, akkor még élt, ráadásul a tesóm is, hogy mennyi minden történt velem, hogy, le, hogy ránk tört a kommandó, hogy meghalt az anyám, egy plastikai műtétből, hogy így totál árvák lettünk, börtön, minden. És akkor így nézett, hogy Úristen mi, ugye azóta öngyilkos lett a tesóm is tavaly előtt, és hogy így hogy én ezekről mindig beszéltem, hogy miért tűntem el, én mit éreztem, stb. És hogy sose kaptam azt, hogy miért teregetem ki a szennyesemet, meg minden, hanem inkább mindig azt, hogy hogy úristen, de jó, bennem is ez volt, úristen, de jó, hogy ezt elmondtad. Tehát, hogy így nagyon érdekes, hogy, hogy azzal, hogy én ezeket elmondtam, de nem azért mondtam el, hogy most rám figyelje mindenki és sajnáljon, hanem azért mondtam el, hogy Ebből is lehet tovább lépni. Én is nagyon sokáig, még most is pont neked mondtam előtte, hogy belecsúszok fél napokra arra, hogy áldozat vagyok, és sajnálom magamat akaró alatt. Aztán hát felteszek pár kérdést, és kijövök belőle, de hogy. De... Az volt itt az eszembe, bocs, hogy félbeszakítok, csak ez mert tök amit mondasz, hogy szerintem az van, hogy amikor eljutunk arra a pontra, hogy minden értünk van. Szóval minden azért történik velünk, még az is, hogy meghal az édesanyád, meghal a testvéred hogy még tudatosabbak és éberebbek legyünk, akkor utána kevésbé megy bele az ember az, 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 ön sajnálatba, meg, a, meg a, ebbe a traumadrámába. És amikor, tehát hogy nekem ez nagyon sokat segített, velem ugyanígy hasonlóan nagyon sok minden történt, sok mindenki meghalt körülöttem, a legjobb barátnőm, tehát hogy sok-sok furcsaság történt velem, és én is úgy éreztem mindig, hogy ezeknek az áldozata vagyok. De figyelj, hogy még három évvel ezelőtt, amikor elváltam a férjemtől, én pont most előkutattam az egyik, még a férjem nevével van egy e-mail címem, és ott azon a drive-on kerestem valami doksit. És találtam egy levelet, amit én nem is emlékeztem erre, amit akkor írtam neki, amikor visszaköltöztem Budapestre, amikor váltunk. És abban így föl van sorolva az a rengeteg minden, amit tett velem. El is felejtettem már. Hogy, hogy így visszaemlékszem azokra az időkre, hogy mennyire az áldozatának éreztem magam ennek az egész sztorinak. És most, ha visszanézek, akkor annyira hálás vagyok neki minden egyes pillanatért, amit együtt megéltünk, mert hogy nem lennék az az ember, aki most vagyok. És egyébként az, hogy ő, úgymond, nem mondanám, hogy ő lököd bele engem ebbe az áldozati szerepbe, de nálunk megvolt ez a dinamika, hogy ő volt a nyertes, én voltam a vesztes. És ő ő tulajdonképpen eléggé ilyen narcisztikussá vált, de nem az, csak hogy eléggé azzá vált a kapcsolatunkba attól, hogy én nagyon feladtam magamat. És az a helyzet, hogy azzal tudnak csak baszakodni mások, aki hajlandó, aki föladja magát. És én, én egy ilyen családból jövök, ahol nálunk is ez volt a dinamika a szülők között, ez a nyertes-vesztes, és én az édesapámmal nőttem fel, és és az édesapám egy nagyon kedves ember, és ő hajlamos így föladni magát, és ez, ez volt a mintám, úgyhogy minden kapcsolatomban, amint beleérkeztem a kapcsolatba, azonnal föladtam magamat, minden részemet levagdostam, az összes kezemet, lábamat, igen, és fú, amiután elváltam, nekem, nekem szerintem majd, nem egy év volt, Amik csak abból kijöttem, hogy hagyjam már végre abba, hogy én ennek az áldozatok, hogy mit tett velem, mit mondott, miért mondta, hogy mondta, és amikor fölteszem ezt a kérdést... Szerethetetlen vagyok, hogy elfogadhatatlan vagyok. Igen, Igen, és akkor föltenni ezt a kérdést, hogy figyelj, mi van, ha ezt is... Én, tehát én választottam ezt a kapcsolatot, nem? Én, igen. Tudtam pontosan, hogy mi fog történni, na hogy tudtam, hogy mi fog történni. Tehát, hogy amúgy, ha megkérdeznéd, a logikus elmém azt mondaná, hogy nem tudtam, de hát az energetikai lényem az pontosan tudta, hogy mi, fog vele, mi, rá, mi vár rám ezzel az emberrel. Hogy egymásra, mert, mert nem is, tehát nem azt akartam ezzel mondani, nem, nem őt szeretném okolni, mert én ugyanúgy beletettem az 50%-omat, tehát megértem én is a pénzemet, úgyhogy ez, ez kettőnknek a műsora volt. De rájönni arra, hogy nem az áldozata vagyok ennek, hanem a teremtője. Szóval ez a kérdés, hogy ha nem áldozata lennék ennek a sztorinak, hanem a teremtője, akkor mit választatnék? És ez segít minket kijönni ebből az áldozati szerepből, mert ha belemegyünk, akkor a siker el fog minket kerülni nagyon messzire. Tehát ez egy például ez egy ilyen nagyon kruciális része ennek az életünk teremtésének, hogy föladjuk azt, hogy a szüleink áldozata vagyunk. A, nem tudom, én, én emlékszem rá, pont tegnap gondolkodtam erről, hogy amikor középiskolás voltam, én nem voltam jó tanuló, mondjuk én közepes, és én nagyon renitens voltam, tehát hogy nagyon nagy szájú, nagyon, oh, tehát, ja, igen, ez jut róla, hiszem, hogy jaj, édes Istenem. És utolsó matek órán, meg angol órán megkérdeztük a tanárokat a érettségi előtt, hogy, hogy menjenek már végig az osztályon, és akkor mondjanak már mindenkiről pár mondatot. És akkor mentek, 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 egyszer csak elérkeztek hozzám. A matek tanár azt mondta, hogy ehm, hát, hogyha férhez megyek, és lesz gyerekem, akkor abban valószínűleg lesz sikerem, de egyébként így minden másban ő nem hiszi. Az angol tanár, aki meg az osztályfőnökünk volt, ő meg azt mondta, hogy hát szerinte ezt a nyelvtanulást ezt nyugodtan elengedhetem, és biztos, jót tenne nekem, hogyha találnék magamnak valami gazdag pasit és ez volt az útra valóm a középiskolából, úgyhogy tulajdonképpen ezt is csináltam, tehát hogy eldöntöttem, hogy nem tudok megtanulni angolul, és eldöntöttem azt is, hogy nekem kell egy gazdag pasi ahhoz, hogy az életem előre tudjon mozdulni. Igazándiból sosem működött nekem, hogy gazdag pasim legyen. Mert hogy ez sem igaz, de hogy az, hogy egy férfin keresztül teremtsem az életemet, inkább így mondom, ez sosem működött nekem, ezért minden kapcsolatomat elpusztítottam, tönkretettem, mert nem működött, és akkor utána, amikor egyedül maradtam, akkor meg szárnyaltam. Teremtettem, jött egy férfi, akkor pedig mindent elpusztítottam. Tehát ez volt így a, ez <laughs> volt így a, de hát ez sok nőnek szerintem, ez nem egyedi. És akkor egyszer rájöttem erre, hogy ezt csinálom, mert ezt nagyon sokáig nem is volt ez számomra, nem is, nem is vettem ezt észre, hát tagadtam, hogy, én, hogy én, hogy én így működnék, és amikor elváltam, akkor ott volt egy pont, ahol azt mondtam, hogy soha több, tehát hogy se pénzem nem volt, se lakásom nem volt, hazajöttem, semmi, minden ami volt, az így soha többé nem volt. Eltűnt. És emlékszem, hogy, hogy, hogy volt egy reggel, így felkeltem, és azt mondtam, hogy Na soha többé ezt magamnak még egyszer nem engedem meg. Tehát, ugye ez volt az utolsó ilyen alkalom. Nem tudom, hogy ez honnan jött, nem tudom, hogy ezt miért csinálom magammal. Ez nem az első alkalom, hogy ebben a szituációban találom magamat, csak mindig más a személy, tehát, hogy mindig más a szereplő, de hogy soha többé nem. És én megyek, és én nem tudom, hogy mi az az élet, ami élni akar bennem, nem tudom, hogy mit tudnék csinálni, mert ugye akkor még fodrász voltam, meg fodrász iskolában dolgoztam és így mondtam, azt tudtam, hogy az már nem az én pályám, és így mondtam, hogy nem tudom, hogy mibe kerül, nem tudom, hogy hogyan fogom tudni megteremteni, de ha én ebbe beledöglök, és ha mindenki más is körülöttem, ez itt biztos, hogy meg fog változni. Ez biztos. És akkor ez egy három, három éves, három, három és fél éves folyamat nekem, most már lassan három és fél, hogy, hogy onnan ebből az összetörött kis madárka, aki egy pici kis lakásba beköltöztem, és próbáltam túlélni anyagilag és minden szempontból az életemet, hogy ezt így megváltoztattam. De, 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 meg lehet. Tehát, hogy nekem sikerült három év alatt, hát ha nekem sikerült, akkor bárkinek. Bárkinek. Hogy szedted le a pénzről? Mert ugye szerintem a, a én erre mostanában jövök rá egy jó ideje, hogy azért egy csomószor azért nincsen pénzünk, mert nagyon jelentőségtelévé tesszük, hogy úristen, azért ezt meg azt kell tenni, ha nincsenek a programjaim, nem jön pénz, stb. és nem vagyunk nyitottak, hanem ki akarjuk kontrollálni ezt. És hogy hogy, hogy szed, te például hogy szedted le így a kontrollt, meg a, a, jelentőséget a pénzről, meg a pénzkeresetről? Hát eleinte nagyon jelentőségteli volt nekem a pénz, ezért nagyon, tehát hogy két dolog történt, vagy egyáltalán nem is jött senki a tanfolyamaimra, mert ugye mindig az volt bennem, hogy úristen, ha annyi pénz bejönne, akkor ez és ez lenne. És emlékszem, hogy nagyon sokszor volt én, hogy hatan, heten, 7 regisztráltak egy tanfolyamra, szuper jól ment a teremtés, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy megnéztem, hogy ki az, aki ismétlő, ki az, aki nem ismétlő, összeszámoltam, hogy akkor mennyi lesz a bevételem, tipikus. És akkor, és akkor hirtelen elkezdték visszamondani a tanfolyamot az emberek. És akkor egyszer volt egy ilyen pont, ahol tudom, hogy ezt mindenki már nagyon sokat hallotta, de az van, hogyha nem a pénzért csinálod, amit csinálsz, hanem a teremtésért, akkor ez elkezd megváltozni. Szóval nekem az első lépés ez volt, hogy hajlandó voltam egy embernek is ugyanazzal a lelkesedéssel és ugyanazzal az örömmel megtartani a tanfolyamot. És ugyanannyi energiát beletenni, mint hogyha huszon lettek volna. És akkor azt csináltam, hogy elkezdtek jönni a tanfolyamra először egy ember, két ember, három ember, aztán mindig egy picit több, ami nagyon sokat változtatott a pénze való viszonyomon az, hogy hajlandó voltam befektetni. Szóval én egy idő után, ugye eleinte a lakásomban tartottam a tanfolyamokat, éreztem, hogy az megkényelmetlen, akkor béreltem egy helye, helyiséget, ami azt hiszem 18 ezer forint volt egy napra, ami nekem akkor annyira sok pénz volt, hogy meg kifizetni a tanfolyam bevételéből, azt az, az számomra ilyen óriási összegnek számított, és akkor azon a helyen elkezdtek megint többen lenni. Akkor, amikor éreztem, már többen vannak, akkor már Ritával is ugye megismerkedtem, akkoriban még mindig ugyanott a Pannoni utcában voltak a tanfolyamaim, akkor mondtam Ritának, hogy tovább kellene menni. És akkor a Prokopdórának Dórának van ez a gyönyörű tanfolyami helyszíne, ami egy Airbnb-szerű lakás, egy Airbnb egész pontosan a Dunaparton, nagy terek, na és akkor az ott már majdnem a háromszorosa volt egy napra. De így mondtam Ritának, hogy csináljuk. És, és ezt vettem észre, hogy ahogy elkezdtem nagyobbat választani, az univerzum azt mondja ilyenkor, hogy na, ez az ember teremt, akkor gyere, segítünk. És képzeld el, hogy átmentünk Dórihoz, az első tanfolyamon olyan sokan voltunk, hogy alig fértünk be, ott volt egy ilyen 17 fő, de az is ilyen nagyon neccesen, de akkor voltál, és akkor azt vettük észre, hogy annyira sokan regisztráltak egy tanfolyamra, hogy már minden hétvégén kellett tanfolyamot tartani, de annyira fárasztó volt nekem, hogy minden hétvégén bástart, csak hogy mondtam Ritának, hogy figyelj, át kell tennünk egy másik helyszín, akkor áttettük a Hotel Memorizba bent a belvárosban, de az egy 90 négyzetméteres terem, és akkor amint azt a termet kibéreltem, hajlandó voltam fizetni, hajlandó voltam a pénzt belefektetni, abban a pillanatban az, a hely, az első tanfolyammal azt a helyet is kinőttük. Tehát alig fértünk be az ágyak, mindenhol a fülünkön is lógtak, és mondtam Ritának, hogy oké, okay, a következő tanfolyamra kell egy nagyobb terem, akkor kibéreltünk egy 150 négyzetméteres termet, azt is kinőttük, és most a legutolsó tanfolyamunk, hogy ez 200 négyzetméteresen, 200 négyzetméteresen volt, de az van, hogy ugye itt be kell fektetni, itt már amikor szállodákkal tárgyalsz, akkor előre kell fizetni. Tehát vállal, vállal, vállalnod kell a rizikót, hogyha senki nem jön el, akkor két embernek fogsz a 300 ezeres terembe tanfolyamot tartani, plusz a hangosítás, meg, mert ugye ezekben a termekben már kell hangosítás, de ezeket mind előre meg kell rendelni, hát ez több százezer forint csak egy ilyen terem, csak a terem, és akkor még semmi másról nem beszéltünk. És akkor az történt, hogy ahogy növekedtek ezek a dolgok, úgy egyre több mindent adtunk hozzá. másokon vannak, nem tudom megjegyezni a nevüket, kell nyakbalkasztó, kell névtábla, kell nekünk több személyzet, hogy segítsenek nekünk a regisztrációban. És akkor az történt velem, hogy azt vettem észre, hogy ahogy hajlandó voltam kiszervezni a feladatokat másoknak, például ugye jött Rita, aztán később Anita, és ahogy kiszerveztem nekik a különböző feladatokat, azt vettem észre, hogy nem próbálom már kontrollálni úgy a dolgokat. Tehát, hogy egy ilyen választás, hogy felveszel valakit, az az üzletben azt teremt, hogy még, hogy még több bevételed lesz. Mert hogy, mert hogy ez így működik. Nézd meg azt, hogy amikor egy 50 es albérletben laktunk, akkor annyi pénzt teremtettünk. Amikor nekem volt egy csomó ilyen szitom, hogy kivettem egy albérletet, mondjuk régebben ugye olcsóbbak voltak az albérletek, mondjuk 70 ezer forintért. És akkor hirtelen vissza kellett, vagyis hát szólt a tulaj, hogy ők oda költöznének, el kell költöznöm. És akkor ugyanabban a házban találtam egy nagyobb lakást, de sokkal drágább volt, és ilyen teljesen Iracionális választás volt, de választottam. Akkor megnövekedett fodrászként is a bevételem. És akkor mindig, amikor nagyobbat választasz, akkor mindig több fog jönni. Szóval sokan megkérdezték tőlem, hogy hogy csinálom, hogy, hogy ő is kér ebből az energiából, hogy milyen sokan vannak a tanfolyamaimon. Basszus, ez, ez több mint egy több milliónyi pici választás volt. Tehát, hogy megteremtettük a platformot arra, hogy már tudunk kezelni ennyi embert amíg a kis lakásomban egyedül tartottam a tanfolyamot, én vásároltam, én nagyon sokáig én jártam vásárolni a tanfolyam előtti estén, oda vittem a helyszínre a sznekkeket, cipeltem a masszázságyakat, úgy kértem kölcsön, mi béreljük most már az ágyakat, ami azt jelenti, hogy a tanfolyam bevételének egy nagyon nagy százaléka az költségre megy el. Viszont így sokkal több emberhez el tudunk jutni. Szóval nekem, nekem így kezdett el át kattanni ez a pénz dolog. És a másik dolog, hogy én, én nem úgy tekintek erre, hogy ez az én pénzem, hanem ez a vállalkozásomnak a pénze. Én nem gazdálkodom a vállalkozás pénzével, én mindig a vállalkozásomat kérdezem meg, hogy hova fektessük a pénzt, hova fordítsuk a pénzt, mi az, ami... Tehát, hogy én például, ez ilyen nagyon furcsa dolog, de hogy én a kezdetektől így állok ez, hogy, hogy, hogy um, ugyan a vállalkozásomban értem, de például nem, tehát, hogy viszonylag kicsi része annak a bevételeinknek, viszonylag kicsi része landol nálam. Tehát ugye a legnagyobb része ezeknek a bevételeknek az mind költségünk. Irodát bérelünk, szállodákban tanfolyam helyszín bérelünk, nyomtatunk, rita és anita is ott vannak, és én megosztom velük a bevételeinket. Nekem ez nagyon fontos, hogy én nem magamnak teremtek hanem magunknak teremtek. Tehát hogy én nem magamnak akarom a pénzt, de ezért az univerzum mindig meg is ajándékoz. Szóval, szóval nálunk nagyon klassz a cashflow például, mert is szeret hozzánk jönni a pénz. Mi nagyon szívesen fizetünk ki bárkit, mi tényleg mi ágyakat is úgy béreljük, hogy én úgy vagyok vele, hogy az is egy, az is egy, az nem az én feladatom, hogy legyen ágy a tanfolyam helyszínén. Az nem az én feladatom, hogy legyen, nem tudom, víz, meg ilyesmi a tanfolyam helyszínén, hanem, hanem vannak emberek, akik ezzel szeretnek foglalkozni, és, és foglalkozzanak vele ők. Nekem az a feladatom, hogy tartsa meg a tanfolyamot és legyen nagyon-nagyon csodálatos, hogy mindenkinek egy fantasztikus élmény legyen. És ez egy, ez egy ilyen folyamat volt, szóval szerintem, szerintem a legtöbbünkben ez a, az első ilyen lépés, ami megállít minket, hogy mindent magunknak akarunk, akkor az összes bevételt, mert eddig nem volt pénzünk, akkor magunkra költjük, de én nagyon ügyesen, és a másik nagyon fontos lépés, amit én, amit én nagyon nagy elköteleződéssel csinálok, az, hogy az üzletemnek is, és magamnak is 10%-ot minden bevételünkből elkülönítek csak hogy ott legyen. Ezért mi soha nem érezzük azt, hogy nincs pénzünk, mert mindig van pénzünk. Igen, a nagyra becsülés kassza. a nagy Mert ugye legtöbben mit csinálunk? Jön be pénz, és akkor egyből fizetjük a számláinkat, egyből fizetjük a nem tudom, kiadásainkat, költségeinket. Én először mindig magamat fizetem ki. Mert végülis én dolgozom meg ezért a pénzért. Azért mondjuk az én vállalkozásom jelenleg ugye úgy működik, hogy rám, tehát, hogyha, tehát, hogy én vagyok a úgymond a termék, és akkor és akkor ezen alapszik, most ezen szeretnék egyébként változtatni, mert úgy érzem, hogy, hogy ez szuperklassz, nagyon imádom, amit csinálok, tényleg nagyon lelkes vagyok, szerintem nem nagyon tudom elképzelni, hogy bármi mással foglalkozzak, mással is szívesen foglalkoznék, de hogy ezzel biztosan mindig fogok. Ugyanakkor azt is látom, hogy sokkal több emberhez érhetnénk el, hogyha ezt kinyitnám a kapukat, és másokat is beengednék ebbe a teremtésbe. Úgyhogy most ezzel az akadémiával ezt a vonalat akarjuk elindítani, hogy a kis teremtőtársaimmal akikkel már nagyon régóta, három éve így együtt vagyunk mindenhol, és ők ezer éve rágják a fülemet, hogy kéne valamit csinálni, kéne valamit csinálni velük. Most belekezdtünk ebbe, hogy egyrészt másoknak is teret adni, meg a vállalkozásnak is teret adni, hogy tudjon növekedni. És ö, szerintem, ez, szerintem, ez, ö, szerintem ezek ilyen, szerintem, hogyha valaki erre vágyik, hogy teremtsen valami nagyszerű dolgot, vagy nagy dolgot, mert na nem mindenki vágyik erre őszintén. Én, én nagyon vágyom erre, hogy teremteni valami nagyszerű, valami nagy dolgot, sok embert elérni, megmutatni, hogy van más, hogy megmutatni nekik, hogy basszus, minden, amit valaha hallottak, az egy fucking bullshit, egy hazugság. Nem, nem igaz, hogy nincs pénz. Nem igaz, hogy nincs lehetőség. Nem, nem igaz. Egyszerűen csak elhittük, bevettük. És hogy lehet ezt könnyedségből csinálni. És szerintem az a ebben, például én azt vettem észre, hogy Nekem az is jó most már, hogyha nincs pénzem. Tehát, hogy például most így tök vicces, hogyha valaki meglátná a bankszámláimat, hogy a saját privát bankszámláimat, hogy az a mennyi pénz van, akkor szerintem ők a helyemben most aggódnának, hogy mi lesz. Jaj, mi lesz. De én tudom, hogy mindig lesz pénz. Szóval én ezt kaptam ettől a három évtől, hogy már nincs ez a vekengésem a pénzem, mert tudom, hogy úgy is lesz. Mert én vagyok a teremtésem forrása, nem mások, nem a programjaim, nem, nem az ügyfeleim, én vagyok a forrás, és mindig, mindig azt fogom választani, ami, ami a legnagyobb hozzájárulás nekem is. És, és ez nem azt jelenti, hogy mindig áramlik a pénz, és nem tudom, a füled, füledben is a pénz lóg, hanem, hanem ez, ez a pénz nem lineáris. Van olyan hónap, hogy ennyi a bevételed, van olyan, hogy ennyi a bevételed, de a kiadásaim azok mindig ugyanott vannak. Szóval szerintem ez a fajta könnyedség. Én, én ezt mondanám mindenkinek, nekem ez nagyon sokat segített, hogy, hogy, hogy nem a, hogy ne a pénzért csináld, amit csinálsz, dobd el a pénzt egy időre, még akkor is, hogyha most szűkösen vagy. Nekem, nekem még két évvel ezelőtt is ilyen dolgaim voltak, hogy nem tudtam, miből fizetek ki egy számlát. Tehát, hogy, sőt, hát egy évvel ezelőtt már nem, de mondjuk még két évvel ezelőtt azért elég, elég erős volt ez a dolog bennem. És szerintem csak menni és csinálni valamit azért, mert imádod, szerintem Szóval megjelenik mellé a pénz, mert a pénz az örömet követi. Szóval, hogyha te örömteli vagy, és imádod, amit csinálsz, és nem adod fel. Egy példát mondani kell, csak bocsi, ezt, ezt mutatjad be, dobnom. Van ez a Christopher Hughes nevű fickó, ő és ő is tart Access Consciousness tanfolyamokat, és én nagyon szeretem őt, ő egy nagyon érdekes valaki. És ő elmesélt egy történetet arról, hogy egyszer a Gary, hogy ő megkapta az Access Consciousness-ben ezt a specialty class, aminek az a neve, hogy... Right voice for you, jó, jó. ugye neked megfelelő hang. Hogy hogyan tudod magadat prezentálni a világban. Nem feltétlenül éneklésről van szó, hanem egyszerűen csak így tényleg a hangodat megmutatod. A karizmatikus előadás múlká mm -hmm. Igen. És ő megkapta ezt a Specialty Class-t, és ő tartotta ezeket a tanfolyamokat a világon mindenhol. És akkor egyszer felhívta a gerit, hogy nem jön senki a tanfolyamomra, nem jelentkezik rá senki, ez egy szar, nem működik, már rátette egy év, és semmi nem működik, és így a mondta egy. What the fuck? majd gyere vissza hat év múlva ez és akkor majd akkor sem működött az egész, akkor majd talán rinyálhatsz. 30 éve foglalkozom ezzel, 30 éve. Az első nyolc évben senkit nem érdekelt. Senkit nem érdekelt az Access Bars. Senkit. És utána kezdtek el megjelenni az emberek a a Dén, akkor a lánya egy kicsit elköteleződött a Shannon, és akkor ő is elkezdett ezzel, de előtte eltelt nyolc év. Senkit nem érdekelt ez a cucc. Ő meg csak ment, és csak beszélt róla az embereknek töretlenül. És ezért én bennem ez volt, hogy mutattam neked itt a hívás előtt, hogy nekem van 185 tanfolyamom kirakva, mármint, hogy annyit osztottunk meg az elmúlt három évben, amiből 120, és a kutyát nem érdekelte. Hogy akkor is menni, amikor, amikor még nem jön a siker. Mert, mert egyszer, ha nem adott fel, ha elég, tehát ez van, hogy egy humanoid sosem bukik el, csak még a cél előtt kiszáll. És én nekem ez volt a megkövetelésem, hogy most életemben először nem fogok kiszállni a cél előtt. Ha kell, akkor vécét takarítok mellette, ha kell, akkor bármit csinálok mellette, de én most nem fogom, nem fogom feladni. És fú, hát nagyon hosszú és izgalmas út volt egyébként, mire ide jutottam, de, de minden, minden pillanatát megérte, szerintem. Úgyhogy én ezért vagyok ilyen lelkes ezzel, meg azért szeretek magamról mindent elmesélni, mert fú, hát, és ez nem volt olyan régen? Ez most volt csak pár éve. Igen, még friss. Egy Pár ilyen kis kérdés jött csak fel, hogy, hogy bár félig meddig már válaszoltál rá, hogy te sose, amikor például velem előfordult az, hogy választottam mindig nagyobbat, de valahogy úgy mégsem jött úgy össze, hogy mondjuk ki tudjam akkor fizetni, és akkor így vissza kellett lépnem, vagy lemondani, vagy ilyesmi. Ez hogy neked az, ami, mert ugye te meg azt mondtad, hogy ha választasz mit -e, nagyobbat, hogy kibérelsz egy termen, akkor, akkor az valahogy meg is teremtődött, hogy az tele legyen, vagy legyen annyi, hogy az ki legyen termelve de ezt szerintem sokan csináljuk, legalábbis én nagyon érzem itt a, a, térben, hogy sokan csináljuk azt, hogy, hogy teremtünk, lelkesek leszünk, aztán utána ó, oh -oh, és így összeszűkülünk mégis, hogy leszabotáljuk magunkat, hogy veled volt ilyen, vagy találkoztál ilyennel. És hogy nekem a meleinte volt azért egyrészt, mert sok elvárásom volt, szóval az elvárás, tehát hogy nekem most már, ez nagyon tudom, hogy ez egy, az, hogy ez nagyon közhelyesen fog hallatszódni, és nagyon ilyen nesze semmi fog meg jó mondat lesz, de mégis ez van, hogy eljutottam valahogy abba a térbe, hogy engem azt érdekel, ha senki nem jön el a Nem érdektelenségből nem, hanem, nincs ott az elvárás, hogy na most kibéreltem ezt a termet, akkor most tényleg annyi embernek kell lenni. A lányoknak is mindig mondom, hogy ha valaki lemondjuk, ők szoktak nehezen aggódni, főleg amikor közelik a tanfolyam, és akkor beregisztrálnak az emberek, van egy dupla csekkolás, és akkor tényleg jöttök, és akkor mondják, hogy tényleg jövünk, és akkor az utolsó napokban mindig van egy ilyen, van egy ilyen tendencia, hogy így elkezdik az emberek visszamondani a tanfolyamot. Egyrészt éberek rá, hogy az egész életük megváltozna, hogy inkább nem jön el, mert inkább marad abban a szarban, amiben van. és vagy, vagy, vagy különböző okokból kifolyólag lemondják, és mindig mondom a lányoknak, hogy Hál' Istennek, hogy lemondták. Hát egy ember helyett tíz másik jön, minimum. Nekem ez a nézőpontom. Szóval, mert a nézőpontunk teremti a valóságunkat, és én de, én mindig mondom a lányoknak is, hogy fú, Nikolett, akkor a következő tanfolyamra is kibéreljük a nagy termet, és mondom, hogy of course, hogy kibéreljük a nagy termet. Mondom, de lányok, nem kell, hogy mindig hatvanan legyenek a tanfolyamunkon. Ha tizenketten lesznek, az is szuperklassz. De én nekem ez a választásom, hogy én itt tartom a tanfolyamomat, hogy legyen tér, hogy aki szeretne esetleg eljönni, az eljöhessen. De ha nem jön el csak öt ember, nekem az én nem fogom bukásnak és kudarcnak megélni. Szóval szerintem a nézőpontunk az, amit egyébként ezt itt teremti, hogy úristen, például mondok egy példát, mondjuk az előző tanfolyamon 60x-en voltunk. A mostani tanfolyamon nem is lehetünk annyian, mert az a terem nem elérhető, Azért vissza kellett mennünk az egyenelőtti szállodába, ahova csak 50 férünk be. Az is ilyen kimaxolva. Tehát, hogy ott akkor mindenki egymás hegyén hátán fekszik. És én nem érzem ezt visszalépésnek. Oké, okay, most akkor ennyien leszünk. Például most megyünk Pécsre, és akkor vagyunk 12 egy tanfolyamon. Általában azért a vidéki tanfolyamon is vannak 20-25-en. De hát majd annyian jönnek, annyian jönnek. Nem kell, hogy mindig 25-en legyünk. Mi teremti a legnagyobbat egyébként. És én ezt vettem észre magamon, hogy hogy, hogy, amikor választunk valami nagyobbat, vagy nem jön össze, eldöntjük, hogy valamit elrontottunk. De figyelj, mutatok valamit, szerintem ez egy nagyon érdekes Személyes sértésnek értésnek veszük szerintem, hogy személyes sértésnek veszem saját magamtól, hogy úristen, ez nem sikerült, kudarcot voltam. Mm -hmm. Meg rettegünk, hogy mit gondolnak majd mások, hogy persze múltkor 60 voltak, most miért na, nem Igen, na de igen, de mutatok valamit, szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Például, amikor valaki nem jön, ha nem jön el senki a tanfolyamodra, akkor elismerni azt, hogy pusztán azzal, hogy megosztottam ezt a tanfolyamot, mennyi új éberségem lesz, hogy mennyi új jövőt teremtettem azzal, hogy már foglalkozom azzal, hogy kitettem egy tanfolyamot. Ugye nem jött még el rá senki, de már ezzel már teremtem azt a jövőt, amit szeretnék. Szóval, hogyha mondjuk öt ember jön el a bás tanfolyamomra, azzal egy másik jövőt teremtem. Teremtem azt a jövőt, amit szeretnék létrehozni. És nem, például mondok egy másik példát, hogyha szeretnél eljutni egy programra, és mondjuk mondjuk azt mondod, hogy ott leszel rajta, vagy egy utazásra, de közben utolsó pillanatban nem jöre össze a pénz. Az, hogy csak választottad, és minden tőle telhetőt megtettél azért, hogy ott legyél, hiába nem jött össze. Létrehoztál vele egy másik jövőt, és erre mondom mindig, hogy soha ne állj meg, soha ne szállj ki, sose dobd a törő között. Oké, ez most nem jött össze. Én mindig azt mondom, hogy oké, és akkor most mi, mi, mit tudnék még csinálni? Vagy mi lenne most? Tehát, hogy... Nekem is volt ilyen, például én, sem mentem el most a globális alapozóra Mexikóba, egyszerűen azt éreztem, hogy sok lenne a cégnek egyébként anyagilag is megterhelő lenne most, meg azt éreztem, hogy nekem is az lenne, hogy minden szempontból, tehát úgy éreztem, hogy jobb, hogyha itt maradok, de nem döntöttem el magamról, hogy akkor rosszabb vagyok, mint tavaly, hogy minden tanfolyamon ott voltam Mexikóban. Egyrészt nem is volt könnyű, hogy menjek, szóval nagyon sokszor, amikor valamit nem jön össze, akkor mindig ért, minden értünk van. Minden mindig értünk van. Nem azért, mert valamit elrontottunk volna, hanem egyszerűen mindenből jön egy csomó ébesség, meg nézőpont, meg új, új um, tudatosság, ami, amivel azokkal az információkkal a következőt már totálisan máshogyan fogod tudni csinálni. Szóval szerintem ez lenne ebben a kulcs, csak hogy nekem nagyon sok minden nem jön össze. Én például úgy vagyok, nekem nagyon érdekes, hogy, hogy ez kialakult bennem ez a hozzáállás, hogy én mindent kérek én állandóan naplózom, én mindent írok, hogy én ezt kérek, ide akarok utazni, ezt akarom csinálni, nem is akarok, de hogy írom, hogy ezt fogom, mindent írok, hogy mit szeretnék csinálni, de engem nem érdekel, ha nem jön össze. Tehát, engem, tehát leírom, hogy szeretnék idén elmenni kétszer szörfőzni, ha nem fogok elmenni kétszer idén szörfőzni, engem nem érdekel. Én tudom, hogy én mindig ott vagyok, a lennem kell, és mindig azt sem, csinál, amit csinálnom kell. És lehet, hogy ez úgy néz ki, hogy a nagymamámnál vagyok nagylókon és nem tudom, kimegyünk a temet, kiviszem őt a temetőbe, mondjuk ez szokott lenni a programunk, meg beszélgetünk egyet, és nem éppen valami luxus szállodában szörfözgetek, én nem élem meg úgy, hogy ez kevesebb lenne. Hanem én, az, én, én azban hiszek, hogy mindig ott vagyok, és mindig azt sem amit csinálunk. Ez a fajta nyugodtság, meg elégedet, elégedettség azt eredményez, hogy kevesebb falad lesz, kevesebb ellenállásod, és el tud hozzád jönni minden. De szerintem ez egy izomépítés, szóval a én, én, nekem nem, nem voltak ilyen izmaim. Én azt tanultam a családomban, hogy mindent bele kell erőltetni a létezésbe. Ha valami nem jön össze, akkor elcseszed, vagy egy a szar, akkor már semmi nem fog soha összejönni. Igen. És akkor András volt az első, aki azt mondta nekem, mert ugye én ezért mentem az alapozó tanfolyamra, hogy gyűlölöm a családomat, mindenki csak fej benne, hogyan szabadulhatnék meg tőlük. Um, miért nincsen pénzem, miért vagyok ilyen rohadt szerencsétlen, idióta, és miért nincsen csávom. Ezek voltak a kruciális pontok a tanfolyamon, amikről kiderült, mint hogy a családom egy nagyszerű, a családom az fantasztikus, egyébként csak rossz csatornát néztem eddig. A pénzzel pedig egy csomó képességem van, csak mivel nem voltak elismerve, meg senki nem mutatott rájuk, ezért az a rengeteg képesség szétcseszte az egész világomat, és azt teremtette, hogy tehát, hogyha bárki, aki nézi ezt a live-ot, bárkinek éppen vekengése van a pénzével, az nem azért van, mert egy szerencsét lehülye hanem az azért van, mert van egy csomó képesség, hogy hogyan a pénzt, csak rohadtól máshogy néz ki, mint a többieknek, és mivel még nem fedezte fel, hogy ő neki hogyan lenne, mert hogyha bárki megpróbálna lemásolni az én ö, ö, módszereimet arra, hogy hogyan teremtem a pénzt, nem működne nekik. Mindenkinek megvan a saját módja arra, és ezért ehhez elengedhetetlen, hogy az emberek kérdéseket tegyenek fel ezzel kapcsolatban, hogy én hogyan tudnám teremteni a pénzt, nekem mi működne, itt szóval megbízni magunkban, meg a tudásunkban, szerintem ez egy fontos. Fontos dolog. Nem tudom, mennyi időd van még, de van egy pár kérdés. Jó. Az van, hogy nekem el kell itt indulnom félkor, mert ma megyek az új kocsimért. Oh. Ma megyek az új kocsimat átvenni. Megérkezett. Majd kérünk képet. <laughs> ma, érke, ma érkezett, meg is van a nagy átadás, úgyhogy félkor el kell indulnom, hogy elérjek, de, de ide megyek a közelbe, úgyhogy, úgyhogy jöhet a kérdés. Na igen, én csak ennyit akartam oda szólni, hogy ez is, amire én is rájöttem, én sose ismerem el azt, nem, hogy én sosem ismertem el azt, amit csináltam, hanem mindig csak az, hogy béna vagyok, meg szar vagyok, és hogy amióta elismerem, hogy oké, okay, ma is tettem valamit, oké, okay, ezt is megtettem, azt is, azóta tényleg tökre változik minden. Tehát ez az elismerés, ez nagyon fontos, és ezt akartam csak így kiemelni, hogyha valaki nem fogta volna fel, akkor ez tényleg nagyon fontos. A, ami jött itt kérdés, hogy az üzletbeindításhoz mit javasolnátok, milyen kérdésekkel menjek? Hmm. Kata, Kati, Katalin, Katalin kérdezte. Kata. Fú, hát én, én biztosan, hm, én biztosan össze megkérdezném az üzletemet. Megkérdezném, hogy ő mit szeretne teremteni. Megkérném, hogy legyen hangos, mutassa meg nekem, hogy mi lenne az az út. És én, és én elengednék minden nézőpontot arról, amit eddig kitaláltam, hogy hogyan tudnám megteremteni az üzletemet. És én biztosan föltenném azt a kérdést, hogy. Tehát, hogy próbálnék. Tehát, hogy nekem egy csomó nézőpontom volt arról, hogy hogy lehet üzletet teremteni. Láttam másokat, hogy ők hogyan csinálták, de nekem egyik sem működött. Szóval én biztosan, a, a, ahhoz, hogy beinduljon az üzletem, én föltenném azt a kérdést, hogy. hogy hogy milyen kreativitásom, tehát hogy hogyan lehetnék kreatív azzal, hogy teremtsem az üzletemet, milyen ötleteim vannak, ami senki másnak, mi az, ami, ami az én ajándékom a világnak, amit senki más nem tud, hogy, hogy, mi az, amit én tudok az üzletről, amit senki más nem tud róla, hogyan üzletelek én is, mert annyi, például ez van ezekkel a business school ami szuper klassz, mert rengeteg tudást ad egyébként, amit szuper jól lehet használni, de én, én ezt vettem észre, hogy ha jönne mondjuk valaki, aki ilyen nagyon nagy business mentor, és ilyen nagyon bizniszesen csinálja a bizniszét, és meglátná az ilyen üzleti modellemet, akkor a halára röhögné magát. De hát én meg halára röhögöm magamat, ugyanúgy, mert a boldogságtól, tehát, hogy annyira boldog vagyok mindenen, amit csinálunk, minden választásunkkal, minden, tehát, hogy mi tök máshogy csináljuk a báztanfolyamokat, mi totálisan máshogy csináljuk az online programban Egyszerűen egyszerűen csak így fölfedeztem ez alatt a három év alatt, hogy mi működik. Egy csomó mindent csináltam ám, ami nem működött. És akkor azt így ki kellett a rendszerből. Tehát kipróbáltam egy csomó mindent. Volt egy csomó bukás, volt egy csomó csalódás, csalódottság. De aztán szépen lassan egy elkezdett kialakulni, hogy mi működik. És ami működött, azokat meg továbbfejlesztettük. Hogyan tudod eldönteni, hogy éber vagy arra, hogy megváltozna az életed valamitől, és azért jönnek testi érzetek, vagy az a dolog nehéz neked, és nem arra kell menned? Ah, én megvan nagyjából. Igen, igen. Hát ez ez a könnyű-nehéz eszköz, ugye? Az akar lenni, hogy honnan tudom, hogy valami kényelmetlen, igen. és csak igen. Én hát én elejénten nem tudtam, mert én eleinte mindent teljesen készpénznek vettem és bezabáltam, hogy hát hogyha, hogyha ezt csinálom, akkor, uh, akkor, um, akkor ez fog velem történni, ha azt akkor um, az fog velem történni, és uh, nem nagyon használtam az éberségemet sem korábban, szóval nem követtem úgymond ezt a belső iránytűmet, hogy merre menjek. Én, én azt szoktam, azt a kérdést nagyon szeretem, hogy uh, van egy fontos információ. Szóval nagyon sokan a félelmet meg az izgatottságot összekeverjük. Ez egy teljesen normális gyerekkorunkból fakadó dolog, amikor a szüleink mondták, hogy jaj, nem kell félni, te meg csak rohadt izgatott voltál. És amikor van egy választás, amit hogyha meghozol, az egy nagyobb jövőt teremtene neked, az kiterjeszteni a jövődet, az egy nagyon kényelmetlen érzés. Azért, mert energetikailag az ilyen, fú, ilyen. És az az érzés, az, az okozhat a világunkban egy ilyet, hogy Úristen, félek. Úristen, ha ezt a választást meghozom, az félelmetes. És euh, én, én azt mondanám mindenkinek, hogy én nagyon szeretem magamat kényelmetlenül érezni. Minél kényelmetlenebbül érzed magad, annál sikeresebb leszel. És hogy az lenne a cél hosszú távon. Tehát amikor elkezded magadat kényelmesen érezni, akkor ott valószínűleg az van, hogy belekényelmesedtél abban, amit csinálsz. Én onnan szoktam tudni, hogy belekényelmesedtem egy kicsit a dolgokba, meg nem haladnak a dolgok, hogy nagyon kényelmes minden, amit éppen csinálok, vagy amit választok. Úgyhogy én ezt mondanám mindenkinek, hogy, hogy, hogy érdemes föltenni ezt a kérdést, hogy ha ezt választom, mondjuk van valami, akkor milyen lesz az életed mondjuk 500 év múlva, direkt ilyen nagy számokat mondok, hogy így, hogy csak így energetikailag megláss, hogy milyen hatással lesz az a választás a jövőre, vagy ha nem választom. És hogyha az, hogyha választod, az ilyen kiterjedő, akkor lehet, hogy kényelmetlen érzéssel jár. Mert figyú, mondok el egy tök jó példát. Amikor életemben először mentem mondjuk Mexikóba, legyen Mexikó, sosem jártam ott, szétizgultam magam, hogy majd hogy lesz, hogy jutok-e Mexikóvárosba Puerto Vallertára, aztán Puerto Vallertán, hogy fogok elközlekedni, és akkor majd mi lesz velem, és hogy hogy lesz, és akkor így izgultam ezen. Most már annyit voltam ott, hogyha mondjuk most el kellett volna mennem erre a tanfolyamra, akkor ez, a, ez lett volna a fejemben, ez a lazaság, hogy fú, írok akkor a sofőrömnek, hogy jöjjön kiértem a reptérre, e, ugye Mexikóval könnyebb úgy közlekedni, meg biztonságosabb, mint taxival. Írnék a sofőrömnek, hogy jöjjön kértem a reptérre, tudom, melyik szállodába fogok menni, tudom, hogy ott van Uber, tudom, hogy hogy tudok könnyedén, tudom, hogy hol fogok simkártyát venni a telefonomba, hogy tudjak, el tudjak boldogulni. Egy mm, így pár napot biztos Mexikóvárosban töltenék, szerintem ebben a negyedben, mert az volt a kedvencem, szóval, hogy van ez a fajta könnyedség. De amikor legelőször mész valahová, az újdonság, ismeretlen, akkor ott van ez a fajta nem félelem, hanem ez a fajta izgatottság a világodban, hogy ú, mi lesz, vajon mi lesz. És szerintem ez a legjobb példa erre az üzleti dologra is, hogy amikor, amikor nagyobbat választasz, az ismeretlen. Az egy, amikor mást választasz, az ismeretlen. Az nem tudod, hogy milyen lesz. Viszont ki tudod deríteni ezekkel a könnyed kérdésekkel, hogy, oké, okay, ha választom ezt, mi lesz az életem öt év múlva, nagyobb, több, teresebb, jobb, vagy kevesebb, összehúzóbb, sötétebb. És hogyha az jön, hogy több, nagyobb, teresebb, akkor viszont le kell ugrani a szikla széléről. Tehát ugye akkor jump off the cliff. Igen, én is, is mentem a... Mexikóba, megkérdeztem magamtól, hogy ha választom, mit terem. És úgy én is így mentem, hogy végig rendeletet is írtam, mert mindent is hallottam, hogy majd, majd agyonvernek, meg kirakottam. Jaj, És az uh, életem legjobb választása volt ebből, de tényleg. És biztonságosabb sokszor, mint Budapest bizonyos részei. Ilyen, na, tehát mennyi nézőpontunk van mindenről. Igen, én is így mentem, hogy úristen, Mexiko, az biztos olyan veszélyes, hogy közben meg... Barbárok vannak, de nem, nagyon aranyosak. Az előzőhöz csak annyit mondja, a Fanni tök cuki vagy, vanni, és ez tök jó, hogy ugye befejezte utána, hogy, hogy amikor elmentem, megtanulni a bársz előtt, a testileg tök szóltam, de elmentem, de elmentem, és, és utólag értettem meg, hogy ez éberség volt arra, hogy hú, itt most nagy változások lesznek, mm -hmm. és jaj, akik én ehhez és jaj, akkor én ehhez most elég vagyok el. Mm -hmm. Például ez a fix nézőpont feljött benne. Úgyhogy tök jó, de már megválaszoltad szerintem, úgyhogy ez nagyon klassz. Én csak az időbeosztásodat kérdezném még meg, meg a naplózást. Neked van fix ilyen időbeosztásod, hogy tudod, hogy mikor csinálsz mondjuk hanganyagokat, mikor lesz erre időd arra, vagy így mész az energiával és kész? Hát mostanában öm, eléggé úgy, élem, az, úgy éltem, úgy éltem, így mondanám, éltem, mert ezen a héten így elkezdett ez változni az életemet, hogy nem nagyon működött ez nekem, szóval úgy nézett ki a naptáram, hogy reggeltől estig tele volt programokkal, és akkor ez nagyon fixen, de az alapozó tanfolyam is így telt, hogy közben én részt vettem egy tanfolyamon, ami este 5-kor kezdődött 5-től 8-ig, és közben ment az alapozó tanfolyam reggel 9-től este 5-ig, amikor ott végeztem, azonnal átmentem az irodába, de ebédszünetben még Zoom hívásaim voltak. Szóval ebédszünetben többiek elmentek ebédelni, én fölmentem az irodába, volt egy Zoom hívásom, annak vége lett, gyorsan ott valamit bekaptam, a csajok hozták utánam a kaját, és akkor utána mentem vissza a tanfolyamra. Este meg részt vettem a tanfolyamon, utána elkészítettem a hanganyagokat, és utána mentem aludni. És így azt vettem észre, hogy hogy nem működik nekem, tehát hogy az működik nekem. Oké, okay, hogy vannak olyan napok, amikor vannak meetingek, megbeszélések, a csajokkal is bent az irodában, összerakjuk a hetet, hogy mi történik, szóval vannak ilyen egy-két óra zoom meetingeink, de nekem például az, hogy bejárjak az irodában, nekem egyáltalán nem működik. Tehát, hogy ezt is magamra erőltettem, hogy hétfő szerda péntek kötelező az irodában, mert nem egyszerűen olyan nehéz volt ez nekem. Szóval, nekem úgy működik, én nem választom külön az életemet az üzletemtől. Tehát én elmegyek edzeni, de utána van egy zoom hívásom, akkor lehet azt a starbucks csinálom, vagy hazaugrom vagy felugrok az irodába, aztán onnan elmegyek, elintézek valamit, elintézek valami mást, és azt vettem észre, hogy most például nagyon-nagyon bevoltoztva az időm egy ideje, tavaly szeptember óta, így próbáltam ezen változtatni, de így valahogy nem sikerült ebből kijönni, de van egy nagyon kedves barátom, akinek így a ráhatására így elkezdtem ezt észrevenni, hogy basszus, nem működik nekem. Tehát a testem is jelez, mindenféle furcsaságokat csinál, és most elkezdtem azt csinálni, hogy minden, ami ilyen nagyon fix, ami le volt beszélve, elkezdtem kitörölgetni a naptáramból. Úgyhogy én megpróbálom, tehát nekem az működik, aztán mindenkinek ez más, hogy nekem azok a legkreatívabb napjaim, amikor reggel felkelek, nincsen semmi fix, és azt csinálok, amit akarok. Én általában mindig dolgozom reggeltől estig, mert én nagyon szeretem, amit csinálok. Tehát, nem, tehát azért mondom, hogy dolgozok, nem most nem tudom más, hogy mondani. De hogy nincs ilyen fix az hanganyagra. Tehát, az, hogy én ide leüljek, és minden 8-tól 10-ig fel kell vennem hanganyagokat, semmi nem jutna az eszembe. Szóval én csak megyek, élem az életem, eszembe jut valami jó dolog, felírom a jegyzeteimbe, és akkor hazajövök, ott van még az energiája, és akkor aznap elkészítem a hanganyagot. De például nekem az sem működik annyira. Időnként igen, de az sem működik a programjaimban, hogy nagyon előre legyenek elkészítve a hanganyagok, mert egyszerűen nem vagyok releváns, nem vagyok kongruens az energiával. Tehát, hogy akkor tudok valamit nagyon hitelesen átéléssel átadni, meg akkor megy át a legtöbb embernek is az eszköz, hogyha tényleg ott van az energiája annak a sztorinak, és azt így jól át tudom adni. Úgyhogy hát van pár fix dolog, ugye azért edzése járok, gyógytornára a lábammal még mindig, akkor a podcast felvételek, meg járok tekerni, meg ilyesmi, de próbálom most már ezeket is így próbálom így leredukálni, lehet, hogy az edzéssel is úgy döntök, hogy most nem majd nem edzővel fogok edzeni, hanem de nem az edző miatt imádom őt a legcsodálatosabb a világon, hanem hogy ne fix időpontra kelljen mennem edzésre, hanem pici teret adni a testemnek, hogy szeretne edzeni, ha igen, mit szeretne, vagy inkább jogázna, vagy inkább sétálna, hogy próbálok minden ilyen formát, struktúrát, fix dolgot így kiiktatni, és akkor reggel fel kell, csak megnézni azt, hogy mi bontakozik ki aznap, hogy mihez van kedvem, de hát hagyd mondjam el mindenkinek, hogy ez nem így volt. Szóval azért én nagyon ilyen, én nagyon OCD vagyok, és én nagyon beosztottan éltem az életemet. Ez eddig működött, de így azt vettem észre, hogy elkezdett nekem nem. Szóval most már el is jutottam arra pontról, hogy meg is engedhetem magamnak azért, hogy több szabadidőm van, hogy több terem legyen. Úgyhogy, úgyhogy nincsen ilyen fix időbeosztásom. Hát azért azt tudom előre szeptemberig, hogy mikor lesznek a tanfolyamaim. De az azokon kívül lévő időket, azokat próbálom úgy kreatívan tölteni, hogy, hogy reggel felkelek, akkor föltetem azt a kérdést, hogy na, ma mi az lenne, ez a könyvemet írjam, az akadémiás cuccokkal foglalkozzak, nézek rá az üzletre, kell-e valamivel foglalkoznom, lányokkal beszéljek, és akkor mindig azt csinálom, ami. Tehát, hogy ez jobban működik nekem. Illetve azt, hogy mondjam, hogy ez, ez így kialakulóban van. Az elmúlt pár hétben kezdett el, ez egy picit így rendeződni, de, de még sehol nem tartok benne, úgyhogy, úgyhogy az lenne a cél, hogy ne legyen időbeosztásom végül is a kérdésedre a válasz, ez lenne a cél, hogy ne legyen semmi beosztva, csak... De, hogy mindig megtalálod -e a motivációt, hogy nincs kedved hanganyagot csinálni? Akkor... Ja, nincs olyan, ezt akartam is mondani, amikor mondtad, nekem sosem nincs olyan, hogy nincs kedvem hanganyagot készíteni, inkább olyan van, hogy éber vagyok rá, hogy most nem jön neki semmi, Aha. tehát hogy az más, akkor nem is ülök le, Viszont velem van egy nagyon nagy furcsaság, szóval amikor a legesleg tudod rólam, hogy most volt egy nehéz időszakom. Igen, igen, igen. Az életem legrosszabb hat hónapja volt. Rosszabbnak élem meg, mint a vállásom utáni időszakot. Szóval nagyon-nagyon egy ilyen sötét helyen voltam, egy ilyen mélységben. A mostani énemhez képest mondom, tehát ugye én voltam sokkal sötétebb és mélyebb helyeken régen, de a mostani tudatosságomhoz képest ez nekem egy elég sötét pont volt. Nagyon te csak be voltasz van napom, reggeltől estig, minden nap öt hónapon keresztül nulla szabad nappal. Annyira leépült a testem, annyira leépült az egész világom, annyira leépült az az egész minden, amit van körülöttem, hogy, hogy ott ott ráláttam erre, és az volt a legizgalmasabb, hogy hogy sokszor nagyon pocsékul éreztem magam, szóval volt, hogy az utcán sírva fakadtam, hogy, hogy nem, ha ez az élet, én nem tudok így élni. Én nem tudok ennyit dolgozni, én nem, én nem tudok szabad idő nélkül létezni és emlékszem, hogy ezekben az időkben is, ha leültem a számítógépem elé ide a mikrofonhoz, akkor mintha egy másik univerzumba csöppentem volna. Akkor kiszakadtam abból a félelmetes, fájdalmas valóságból, és egyszerűen csak itt voltam a varázslatban, tehát a hanganyagok nem voltak rosszak ettől, hogy én ebben az állapotban voltam, mert én ezt vettem és szóval, hogy veled is most, hogy itt beszélgetem, én, én, itt vagyok, én nem gondolkodom azon, hogy mindjárt el kell indulnom, persze itt van a világomon, hogy igen, oké, okay, most már mindjárt mennem kell, de hogy nincs ez bennem, hogy ú, uh, akkor jó, jól haladjunk, siessünk, hanem csak megélni mindent ott jelen lenni azzal, ami van, és ezért nekem sosincs olyan, nekem nem kell motiválnom magam, nincs olyan, hogy nincs kedvem ezt csinálni, ez egy nagyon érdekes dolog, nekem, nekem nincs olyan, hogy ne lenne kedvem. Nagyon köszi, de tényleg. Én... Szerintem nagyon-nagyon jó volt, úristen, wow. Úgyhogy köszönöm szépen. Én is nagyon adom. köszi, Dia. Neked, hogy meghívtál minden... ismét? Igen. Jó, minden héten meghívnálok legszívesebben. Csak nem akarom a kis életedet, meg tényleg az, hogy tudjál pihenni, meg mindent. És hát Niki, neked a Boldog Közösség csoportod van, meg brilliáns, de ezeket most inkább mondd el. De. Jó, arra gondoltam, hogy mondjuk el mindketten, mert hogyha én föltöltöm az én oldalaimra, akkor viszont a te csoportodat is meg megtalálnák azok, akik nálam látják ezt a videót. É. Szóval hozzám lehet jönni a Boldog Közösség csoportba, ez egy Facebook csoport, és hashtag boldog, hashtag közösség, tehát kettős kereszt, boldog, kettős kereszt közösség. És a másik um, csoportunk az a Telegramon van, de ha valaki belép a Boldog Közösség Facebook csoportba, akkor a Telegram csoport csoport linkjét ott megtalálja, az egy telefonos applikáció, ami teljesen ingyenes. Ott egy picit jobban, meg gyorsabban tudunk egymással kapcsolódni, mert ugye az algoritmusok azért elég dinamikusan változnak most már egyre inkább, főleg a Facebooknál. Úgyhogy eddig a csoportokban szuper elérés volt, de most már, hogyha nem csinálok videós tartalmakat, akkor az a jellemző, hogy így nulla elérésünk van gyakorlatilag. Úgyhogy ezt akartuk megváltoztatni, hogy azért mégis lássa mindenki a tartalmakat, ezért hoztuk létre ezt a Boldog Közösség Telegram csoportot. Mm, és, és aztán ezen kívül pedig mindig van valami klassz programom, a weboldalamon nicolette.com, nagyon bonyolult nicolettecom on ott van az összes programom, van webshopom, egy csomó hanganyag, de talán ami, amire a legbüszkébb vagyok, és amit a legesleges -leges legjobban imádok, az a brilliáns tagság, szerintem az egy csodálatos tér, ami ez nincs előfeltétele, bárki jöhet, minden nap van hanganyag, van telegramcsoport, lehet kérdezni, a tagok fantasztikusok, 500-an vagyunk abban a csoportban, és mindenki annyira kedves. Szóval azért egy, egy kisfalunyi, eh, em, csapatember, ember, aki tényleg nem oszt téged, nem okoskodik, hanem kérdést tesz fel, teret ad neked, nincs élete, ítélete róla, szóval szerintem a szuper, is, ott mindig van két hívásunk minden hónapban, hogy úgyhogy, úgyhogy ezek a kedvenceim. Úgyhogy, díja kérlek, te is mondd el nekünk, hogy veled hol lehet találkozni, milyen programjaid vannak. hogy esetleg, akik nincsenek benne a csoportodba, beléphessenek, akik nem ismerik a programjait, ott pedig eljövessenek rájuk. Nekem ez a kalandor királynő, ez az ingyenes csoportom. Ebben szeretek ilyen csodálatos, építőjellegű beszélgetéseket csinálni, ezt nagyon imádom. Meg nekem is vannak ilyen kis ingyenes estek, meg meditációk, meg uh -huh. reggeli, ilyesmi ahol kapcsolódni akarok veletek, mert nagyon érdekel, kivel mi van tényleg, hogy ne csak én beszéljek, hanem így oda-vissza legyen. Nekem is van már nagyon régóta egy ilyen kis csoportom, ami nagyon dinamikusan változik, mert régen még online edzések voltak, és aztán utána no. beszéltem benne sokat, és aztán jött ez a hívás, hogy Úristen, de szeretném én azt, hogy, hogy ez egy mm. ilyen coaching csoport is legyen, a belső erőklubba a neve, hogy ez tartoznak ilyen napló workshop, hanganyagok, ilyen energiahúzás, meditáció, tehát mindig ilyen tematikusan haladok azzal én is. Majd most áprilisban pont a pénzt fogom elővenni, és mindig változik, hogy mit akarok hozzátenni. Mm -hmm. És hát most lesz az első párstamfolyamom, amit én, oh. tudom, amikor nálad voltam tavaly először, akkor én bennem megse fordulsz, hogy én párstamfolyamot voltam. A legtöbb emberben nem fordul meg, és mindig elmondom minden tanfolyamon, hogy én azért mindent elmondok, hát egyszer meggondolnátok magatokat igen. És hát az alapozóval indult be úgy, hogy úristen nekem ez kell, imádom. Uh -huh. Úgyhogy én a bárszt, meg a, buddhizmust, meg a, meg a ezek tudatosság eszközeit használom ugye a munkámban is. Uh -huh. Én abban segítek, ugye, hogy egy nézőpontot tudjon mindenki váltani. Amit én is csinálok, hát hogy uh -huh. olyan lépni mindenki abból, ami van, és körbenézni, hogy wow, mi más lehetséges még, és mi minden van. És ugye hát ezeket sem, nekem is vannak programjaim, de a a weboldalon, őszinte leszek hozzátok, most, hogy Mexikóban voltam, az egész szövegezést akarom írni ott, <laughs> a új programjaimet is feltenni, szóval, hogy az most inkább ilyen alakulóban van, de akkor még megnézhetitek, ott van uh -huh. egy csomó dolog rólam, az ilyen múltamról, meg mindenféle, úgyhogy hát, talán ezeket mondtam volna el, és köszi, hogy itt vagytok mindenki. nagyon, igen. Köszi, hogy jöttetek, és köszi, Dia, hogy meghívtál ide a csoportodba. Igen. És hogyha valaki nálam nézi ezt a videót, akkor menjen a csoportjába is, és nézzétek meg a weboldalát. Nagyon köszi, Dia, és gratulálok a Bárs tanfolyamothoz köszi. Nagyon Mindenkinek el kellene mennie a folyamra szerintem ezen a világon. Egy kicsit ott vagyok elveszteni Niki, de elengedlek már az utadra, hogy, hogy amikor megkérdezik, hogy mi az a access akkor így hirtelen így én is így állok, hogy hát ezt hogy fogalmazzam meg most? Nagyon át, egyszerűen. Nagyon egyszerű. Én mindig azt mondom, hogy stresszoldás. Mert ez igaz. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye a bársz során elengedjük a nézőpontjainkat, az összes ilyen korlátozást, ezért az emberek nem tudják szavakban, hogy mi történik velük, csak azt veszik észre, hogy elkezd változni az életük. Egy olyan módon, hogy nem kell közben beszélgetni, nem kell közben semmit csinálni, nem kell megszerelni magadat, és nem kell a múltadban turkálni, meg vájkálni, fölhozni a sok szart, és utána meg ott maradni a sok problémával, mert nem tudod őket, nem tudod magad rajtuk, hanem fogod, felfekszel az asztalra, valaki megérinti a fejedet, aztán utána jobban érzed magad milliószor, mint előtte. És, és, én mindig ezt mondom mindenkinek, akinek ez ilyen nehezen befogadható, hogy tulajdonképpen stresszoldással foglalkozunk, abban segít, hogy könnyedebb legyen az életed, szeretnéd, hogy könnyedebb legyen az életed, szeretnél jobb kapcsolatokat, szeretnél több szexet, szeretnél több pénzt, több időt, bármit. És igen, hát akkor a bár az egy jó opció, nem mindenkinek ez az út, de, de akit hív esetleg túl egyszerű az embereknek. Tudod, el vannak köteleződve ahhoz, hogy szenvedniük kell, el vannak köteleződve ahhoz, hogy nehézségek árán tudjanak megváltoztatni dolgokat, és de egyre többen ébredeznek, és tudják, hogy nem, nem kell itt az elmenni és beszélgetni valamiről, csak fölfekszek egy asztalra, megfogják a fejemet, aztán Viszlát. aztán, aztán hello, aztán minden megváltozik, de, de talán ez, én azt szoktam mondani, Dian, hogy ez csak egy ilyen kis tipp, mert én azért eléggé a nagy közönséghez szólok, szóval a legtöbbször a tanfolyaminkon mindenki új, tehát nem olyanok jönnek hozzánk, akik már ismerik az eszközöket, és akkor így tudom őket a legkönnyebben elérni, vagy ez talán így a legegyszerűbb, hogy, hogy mi az, amivel foglalkozunk tulajdonképpen stresszoldás. Én én próbálom, próbálom így, csak annyira lelkes vagyok, tudod, hogy úristen, mindent el akarom mondani, hogy hirtelen Igen, Nem szabad. <laughs> Reliesz őket. Ennyit szabad az embereknek mondani. Amennyit be tud, illetve nem, ez sem igaz. Annyit érdemes nekik mondani, amennyit be tudnak fogadni. Aztán mindig megfigyelni ezt. Akinek ennyi a befogadásának a mértéke, annak azt kell mondani stresszoldás, akinek meg ennyi, annak meg el lehet mondani mindent. Úgy kell. Én elmondok mindent, és annyit fogad be, amennyit tud. Igen. Ah, um, igen. Ez lehet, hogy nem a legjobb koncepció, de de majd úgy is ki fog nálad. Nálam is ugyanez volt. Én annyira lelkes voltam a bárszal, hogy mindenkinek erről beszéltem. És mindenki mondta, hogy hagyjam el ezzel a hülyeséggel. Persze, majd is a fejemet, hogy hülye, vagy hagyjam el. Aztán most meg már mindenki fogdostatja. Most hazamentem a hétvégén a szüleimhez, és uh, mindig azt adom ajándékba, ezt meséltem nektek, ugye mindig azt adom ajándékba, hogyha születik egy baba a barátaimnál, vagy a, vagy a tesóimnál, mert sok gyerek van nálunk a családban, mi öten vagyunk testvérek, úgyhogy van gyerek és most megszületett a hugomnak az Inez nevű kislány, aki nagyon cukiság, és a tesó mondta egyből, hogy hogy megfutatnám az Inez bárjait. Oh, mondom, na, na, úgyhogy futattam Inez bárjait, és akkor a gyerekek így sorbáltak. Ó, oh, pipi az én bárjaimat, is meg kell, akkor megfutatom Perláit. Akkor jött Zara, az én pipi az én bárjaimat, is futtassak, és, futasak, és az Zara bárjait is megfutattam, és akkor egész év után ültem az anyám ágyában, és párokat futtattam. De hogy, de hogy totális ellenállásban volt a családom is ezzel, és akkor most már így látják, hogy nekem kisimult a világom, látják, hogy nyugodt vagyok, hogy nem megyek ellenállásba, nem bizonygatok semmit, hazamegyek, és csak vagyok. Tényleg ez a csak ilyen kedvesség, szeretett van, ahogy hazamegyek, nagyon klassz, és, és, és akkor kíváncsiak most már, hogy mi az ősz. Szóval, szóval, szerintem ez a kulcs, hogy, hogy tényleg a saját magunk életét, meg a saját dolgainkat változtassuk meg, és akkor ez inspirálja a többieket is, meg őket is így fölkelti az érdeklődésüket, hogy mit szerez? Én is kérek belőle. Én is kérek belőle. Nagyon köszönöm. köszönöm. köszönöm mennem kell, mert most yeah, néztem, yeah, hogy 29, yeah. nagyon jók vagyunk. 29 van, megyek, fölveszem az új kocsimat, nagyon izgatott vagyok, majd küldök szelfit. Úgyis megígértem Jánosnak a brilliánsba, hogy küldök Selfit, yeah. szelfit, úgyhogy majd küldök Selfit az új kocsimat. Jó, van. Köszönöm. Nagyon szám köszi, Dia. Akkor én ki is léphetek a hívásból? Igen, 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 nyugodtan. Szia. Szóval. Szia. Szia. Sziasztok mindenki. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szia. Sziasztok. Szia. 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 ja, azt felejtettem még el, igen, hogy a Kalandor királynak van egy ilyen oldalam, és nem a weboldal, a weboldalam is, de hogy a sima oldalam is, nekem ott vannak fent egyelőre az események, meg a most következendő események, és jövő héten is lesznek ilyen kis ingyenes energetikai, vagy energia nagy bevásárlás, úgyhogy majd gyertek! Sziasztok, szép napot!